Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night, like you did last night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me? Or is it just in my mind? Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night, night, like you did last night. Come back to my place, we can dance the night away. My heart is screaming out for you. I want you here with me so that everything will be as good as they were last night. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket ismételten egy kreatív streamen. Így van, most már nem kreatív a kedd a neve, ugyanis kettő hete, ugye péntekenként van, hogy így mindenkinek jó legyen. Hello, sziasztok, üdvözöllek titeket ismételten, itt örülök neki, hogy itt vagytok. Nos, hát a mai nap egy városházaszerűséget szeretnék építeni, de előtte még szeretnék bejelenteni valamit. Ugye holnap lesz 13 órakor szokásosan a videó, egy kreatív videó lesz most, ugye múlt héten túlélő volt. Viszont 17:30-kor Badammal fogunk tartani Twitch-en, fontos, menjetek a leírásba, ott van a Twitch-csemnek a linkje. Kattintsatok rá, ugyanis ott lesz stream, és meg fogjuk beszélni az 1.17-et. Ugyanis holnap 17:30-kor megtudjuk, 18 óra körül megtudjuk a témáját, és azt fogjuk kibeszélni, és együtt fogjuk nézni a streamet, szóval ha szeretnétek esetleg részt venni, akkor mindenképpen kövessetek be engem Twitch-en, ott a leírásban a link. Na ennyi elég is volt az önpromóból, üdvözöllek titeket itt ismételten. Hello Milka 01, Csaba, Alexandra Nagy, Nóri, Karcsi Olá, Nagy Eszter, Táncos Lábú, Hello Leon Gamer, Lili Lipóci, Hódi Levente, Ádám, Lara, üdvözöllek Badam, Gréta Német, Vince Vörös, Jumbo, Hello Sam Art, Alfred, Bukovics János, rég láttalak, Hellóka Gyuszó Világa, Hello Lili, Tamás Kozma, Orsolya Nagy, és még sokan mások. Hello Games Alma, Jumbo, lehet, hogy téged már mondtalak, nem baj, Boldzsár, Wolf Fighter, Creepy 07, Andor Kemény, Tamás Szabos, Aranyásó, Félix X, Dorina, Vira Balog,
Akkor Hanna, hello mindenkinek, Tamás, Baukál, hello Zsombor, hello még egy Levente, hello mindenkinek, szia Samu, üdvözöllek titeket, srácok, itt ismételten a streamen, nagyon lassan elkezdem, csak szerettem volna egy jó pár embernek köszönni, ugyanis, ja, hosszú hét volt, és gondolom, hogy mindenki másnak is hosszú hét volt, és oké, kapcsolódjunk ki egy kicsit, építsünk, jó? Mit szóltok hozzá? Építsünk. Nem tudom, hogy mennyi, meg hogy milyen hosszú lesz ez a stream, ugye ma nem csinálunk terrényt, tehát az már eléggé lerövidíti. És hát még nem tudom, hogy hogy lesz, ugye nem akarok egy új buildet elkezdeni, szóval hogy egy kicsikét esetleg rövidebb lesz ez a stream, akkor ne haragudjatok meg érte. De ja, nagyon fancy a sállat, köszönöm szépen a színét, valószínűleg meg fogom változtatni, ugye sokan azt mondták, hogy úgy tűnik, mintha egy ilyen kukacot fognék a számba, és így nem, ez nem az, ez egy sál. Úgyhogy ja, valószínűleg sötétkék lesz, de majd még meggondolom, hogy melyik megy a színemhez. Helluka! Ez egy évig tarthatott volna, mondja Wolfi. Hát igen, amúgy én is szeretek köszöngetni így a feliratkozóimnak. Szerintem tök jó buli, meg nem tudom. Én szeretem így tartani a kapcsolatot velük. Tehát, hogy így érezzék, hogy így üdvözölve vannak a streamen, és nem csak mint számok jelennek meg ott fönt a chat fölött, hanem ténylegesen észre vannak véve. Most derült ki nekem, hogy csak 3 órát netezhetek naponta, és most kaptam még 3 órát, addig tudok lenni? Rendben van, Félix, igazából. Jó. Örülök neki, hogy itt lehetsz ennyi időt is. Nagyon tetszik a skined, Dan Ashal. Köszönöm szépen, majd nem szóltam, hogy skined. Szóval igen, köszönöm, kedves vagy. Lemaradtál Töritógáról? Na hát, gondolom szomorú vagy miatta. Nem, biztosan nem. Na de visszatérve, tehát mivel ugye ez egy kicsit ilyen kisebb projekt, ezért úgy döntöttem, hogy kézzel fogunk ma építeni, tehát hogy mondjuk a falakat sem szeretném feltétlenül megcsinálni Wordelitten. Mégpedig azért, hogy egy kicsit tovább tartson a stream. És remélem, hogy ezért nem haragszatok, én most inkább építkeznék így kézzel, és közben pedig beszélgetnék veletek. Talán több értelme volt elindítani, mint sem fél óra alatt gyorsan felhúzni ide valamit, aztán menni is. Általában 3 óra szokott lenni a stream, de ma valamiért, nem tudom, hogy miért, kicsit ilyen egyszerűbbet terveztem meg. Nem azt mondom, hogy nem szándékos volt, mert nyilvánvalóan ugye szándékos az ilyen dolog, de hogy nem tudom, ma valahogy ehhez volt kedvem, és ez kicsit rövidebb, mint amilyen általában szokott lenni. Egyébként hellóka, üdvözöllek titeket, láttam még egy csomóan beköszöntetek, srácok, dobjatok egy lájkot, hogyha esetleg még nem tettétek, és hogyha úgy gondoljátok, hogy tetszeni fog a stream, vagy már tetszik is, és a feliratkozásokat is köszönöm szépen. Felírásokat, szuper. Kinek milyen volt a hete? Péntek van, srácok, vége van egy hétnek. Kinek milyen volt a hete? Meséljetek. Szia Lissa! Hellóka, belóka. Igen, hogyha esetleg akadozik a stream, akkor állítsátok lejjebb a minőséget, srácok, ugye 180x60p-ben renderelek? streamelek, és ilyenkor szokott ilyen furcsaságokat csinálni, szóval ha ilyesmiket tapasztaltok, akkor mindenképpen vegyétek lejjebb a minőséget. Nálatok van valószínűleg a probléma, tehát én mindent beállítgatok, meg nálam minden rendben van általában. A streamnek a végén a múltkor például az egész játék leállt, amikor bekapcsoltam a sétát, ilyet soha nem csinált, és nem tudom, hogy mi történt pontosan. Sajnálom. Jó volt a heted, na ennek örülök. Sok mindenki azt mondja, hogy nagyon jó volt, nekem is nagyon jó volt a hetem, köszönöm szépen. Egy dolgot leszámítva, ugye inhüvely gyulladásom van. Ami azt jelenti, hogy az egész kezem be van kötözve. Tehát most, hogyha ilyen furcsaságokat láttok, hogy ilyeneket csinálok, az azért van, mert nem tudom normálisan tartani a kezemet, mert be vagyok kötözve. Tehát a kezem az be van kötve teljesen is. Nagyon rossz, nagyon sok mindenben megakadályoz, és nem tetszik ez nekem. De kénytelen vagyok elviselni, ugyanis hát muszáj ez egy ilyen állapot. Jó. Szóval nekem ennyi volt kb. A hetem. Mikor lesz tudja, srácok, a mikor lesz kérdések undorítóak, és az összes videós utálja őket. Nem szeretem én sem. Úgyhogy légy szíves, erről szokjunk le. Lesz majd, amikor lesz. Fel van már véve, fel is van töltve, majd ki lesz rakva. Hetente egy videó van, és most egy kreatív jön, szóval legkésőbb jövő héten jön. De ne, szerintetek, nem értem ezt a mikor lesz kérdést. Tehát, mire jó? Majd lesz, hogyha lesz. Jobbulást. Köszönöm szépen, aranyos vagy. Igyekszem majd jobbulni. Elmentünk moziba. Az jó, Hanna. Most eléggé szigorúak a mozik, nem? Tehát, hogy így nem nagyon lehet most így csak úgy beülni. Mert be lehet ülni, csak hogy kicsit most ilyen
ilyen pandémia hangulat van, hogy így nem nagyon lehet maszk nélkül ülni például, nem? Úgy tudom. Én voltam egyébként a Tenetet megnéztem Budapesten egy pár hónapja, másfél, és hát egy, hogy nem tetszett a film, kettő, hogy akkor még nem kellett maszkban ülni. Nyugi Lili, jól leszek. Az amúgy köszönöm szépen a sok-sok jó kívánságot. Jaj, Leon Gamer, nézd meg a leírásomat, és ott megtalálod, hogy ismerem, és nem lesz Fortnite videó ezen a csatornán. Ez... Próbálunk egy kicsikét komolyabbak lenni, mint a Fortnite. De, tehát az érdeklődés az mindig jól jön, csak szerintem a Fortnite-at azt így egy videós sem, vagy komolyabb videós sem nagyon nyomatja. Lehet, hogy csak én gondolom így. Ki tudja. Lényeg az, hogy én nem Fortnite-ozok. Köszönöm szépen az érdeklődést. De nem, ez nálam nem megy. A Fortnite. Igen, Motyi, elkapta Trump. De hát mondjuk az ilyen Minecraft-os streameken nem nagyon szokott nagy téma lenni. Kicsit ilyen politikai a dolog. Ha meg nem akarok belemenni, mert sok embernek van nagyon szélsőséges véleménye a dolgokról, mindegyik oldalról természetesen, és abban most nem mennék bele, hogy kinek mi a véleménye Donald Trumpról. Mindenkinek megvan a sajátja. Meglátjuk, ez itt hogy lesz. Most egyelőre mit csinálom. Aztán majd meglátjuk. Hogy vagy? Köszönöm szépen, Henrietta! Jól vagyok! Szép jó holdat! Szia, Moon! Üdvözöllek a streamen! Mi a helyzet? Ez egy kastély lesz? Nem! Ott van a címben, hogy mit fogunk ma építeni. Véletlenül kiléptem a lábad. Virasz, senki nem veszi észre. Ne félj. Senki nem veszi észre, hogyha véletlenül egy picikét kilépsz a live-ból. Nem írja ki nekünk. Jó lesz az. Igen, jó. Biztosan. Na de mit akartam mondani? Szóval, igen. Tehát, városháza lesz, mint ahogyan kint van a címben is. Az, hogy még mi, hogyan, miként, s merre, azt még én magam sem tudom, meglátjuk. Ugye most nem nagyon terveztem előre. Tehát most megint úgy voltam, hogy az egész hetem rohanás. Tehát az egész hetem olyan, hogy suli, meg nem suli, meg dolgaim is vannak ugye a videózáson kívül. Meg videóztam is, a héten kettő videót is felvettem. Mind a kettőt egy nap alatt sikerült teljesen elkészíteni. Az egyik egy túlélő, a másik egy kreatív. A kreatív az holnap érkezik, a túlélőt meg majd valószínűleg jövő szombatra fogom időzíteni. És visszatérünk ugye a szombati videó, még mindig nem szoktak hozzá, tehát hogy csak szombatonként lesznek videók. Nagyon-nagyon ritkán lehet, hogy lesz hétköznap, de úgy vettem észre, hogy nem érdemes hétköznap kirakni, mert az embereknek nem jelez a YouTube, és nem látják. Tehát, hogy csak másokkal szúrnék ki, hogyha most elkezdenék kirakni hétköznap is videókat. Mert egy csomóan lemaradnak róla, és csomóan nem is tudták például, hogy építettünk Creeper Farmot. Például. Tehát arról egy csomóan lemaradtak. Mert a YouTube nem jelzett nekik, hogy van új videó. Úgyhogy ja, az eléggé szomorú, de... Ja. Nem nagyon tudok vele mit csinálni, az a baj. Tehát én kiírtam Discordra is, meg mindenhova, ahova lehetett, de... Hogyha a YouTube nem akar jelezni, akkor a YouTube nem jelez. És ugye a Discordot meg sokkal kevesebben látják meg az Instagramot, mint a YouTube-ot nálam. Ja, egyébként, hogyha akartok olyan építményeket látni, amiket nem raktam ki a csatornára, mert csak ilyen egyéni építés, akkor kövessetek be Instagramon. Mostanában rengeteg házat raktam ki oda, amit itt még nem láttatok. Valószínűleg nem is fogtok, de ki tudja. Nagyon rég hallottam a hangodat, Pörki. Szia, keresztes Adrián, üdvözöllek a streamen. Ne félj, nem felejtettelek el. Te vagy az, aki mindig kérdez, hogy ittam-e már ma teát. Mai nap is ittam. Most kaptam egy vadonat új teáskészletet a szüleimtől. Mostanság volt valamikor a születésnapom, nem mondom, hogy pontosan mikor. És ezt kaptam.
és nagyon-nagyon örülök neki, mert rettenetesen hasznos. És nagyon szeretem azt a teáskészletet. Tehát rendesen kis porcelánkancsó van hozzá, meg 4 darab pohár és egy bambusztálca. És nagyon király. Nagyon finom teákat szoktam benne csinálni. Tea mindent megold. Így van. De amúgy a tea mindenre jó, az a szlogen, az eredeti. Bár most már nem nagyon mondogatom. Kevesebbet mondogatom. Ugye nyáron az ember nem is annyit teázik, tehát például én sem nagyon teáztam a nyáron, nagyon keveset, inkább limonádéztam. De most visszatérünk rá, tehát ne féljetek, nem tűnik ez el a köznyelvünkből. Ettől nem kell félni. És akkor ide kellene majd egy ajtó, ezt nem szabadna elfelejtenem. Majd ezt megcsináljuk. Szia, most tudunk utána beszélni. Jászmin, hát mi történt? Hát mi történt? Soha többé nem látjuk egymást. Na, jó, akkor most itt folytatom. Hát nem tudom, ez így lenne ide. Mindegy, majd kiderül. Na szóval a lényeg az, tehát még egyszer mondom azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mégis mit csinálunk most. Hát egy városháza szerűséget szeretnénk összehozni. Ja, annyi, hogy ide talán kicsit túl sok lesz a fa, úgyhogy ezt inkább megoldom smooth sandstone-nal. És meglátjuk majd még, hogy hogyan alakul a dolog. Szia Pluto! Na szóval, igen. Tehát városháza, szerűséget csinálunk, próbálunk. Most így, nem tudom, csak nyugisan akarok építeni, így. Semmi rohanás, semmi nem tudom micsoda. Mindenkinek nyugi van, ma vége volna sulinak. Úgy döntöttem, hogy kicsikét építkezünk, csak egy picikét. Köszönöm szépen, hogy lájkoltad, Nagy Bence srácok. Esetleg lájkoljátok, hogyha ahhoz van kedvetek. Samu, neked pedig köszönöm szépen, hogy megosztottad az Instagramomat. Igen. Kattintsatok rá. Hogyha esetleg nem látjátok Samunak az üzenetét, akkor ott van a leírásban a link. Meg egy csomó más hasznos. Lessetek be oda. Nagyon jól döntöttél, mármint mivel kapcsolatban? Hogy azt építjük ma, amit építünk, vagy mivel kapcsolatban? Hello, The CubeTube, üdvözöllek! Na jó, oké. Na, szóval folytatom, amit csinálok, csak most jelenleg gondolkozom. Gondolkozom, hogy mégis milyen formákat szeretnék, ugye így ide. Azt tudko, hogy itt... Így lesz a dolog, így, aztán itt meg majd a többi úgyis kiforja magát, Mónika. Igen, sokszor teszek ilyen Mónika sós utalásokat szerintem, amiket így kb. Senki nem ért meg, mert a Mónika sót szerintem a ti generációtok már nem nagyon nézte. Higgyétek el, nem veszítettetek vele sokat. Tehát a mi generációnkban is már csak inkább ilyen mémként él meg. Elég érdekes volt például a Mónika show. Most a káromkodástól meg a verekedésektől eltekintve érdekes volt, hogy hogyan próbáltuk a nyugati kultúrát ugye behozni. Tehát a Mónika show-val például. Ezek a talk show-k, ezek ilyen nagyon-nagyon nyugati jellegűek, és ez az ilyen Dr. Phil, meg ezek mind-mind az ilyen szerintem a Mónika show-t inspirálták full, és hát vicces. Amit itt látsz, banán, amit itt látsz, banana. Arról maradtál le, ami a képernyőn van. Srácok, hiába rakjátok most egy ember az akadás emojit, nem akad a stream, teljesen feleslegesen rakjátok, frissítsetek rá, vagy rakjátok lejjebb a minőséget, hogyha nem bírja a gépetek, hiába rakosgatjátok ezt, nem akad a stream, bízzatok meg bennem. Nem akad a stream. A stream az tökéletesen megy. Hello Máté! Címben megtalálod, hogy mit építek a mai nap, mint mindig. Tök jó eddig, köszönöm szépen! Bár eddig még én sem tudom, hogy jelenleg hogyan alakulgatod a dolog. Ezt majd kiforja magát, tudod? Nem akad. Tudom, hogy nem akad, srácok, senkinek. Néha-néha egy ember így random ide dobja azt az emojit, és...
nem értem, hogy mintha segítene bármit vele. Bárkinek. Imádod a nevetésemet. Köszönöm szépen. Aranyos vagy. Aha. Na, itt most vajon kell-e nekem? Hát... Bene tudja. De majd kelleni fog esetleg nekem... Nem tudom, meglátjuk majd. És ezt még meg akarom magasítani, ugyanis ez a rész ez itt tutira magasabb lesz. Tehát ez nem ennyi lesz. Nem tudom. Mennyire legyen magas? Szerintem eléggé annak kellene lennie. Tehát ez... Modik tagok, hogy vagytok? Ez nem nekem szól ez a kérdés, de biztosan jól vannak. Majd megválaszolják ők is. Csak már elkezdtem felolvasni, mire rájöttem, hogy nem nekem szól a kérdés. Úgyhogy emlékre már tök mindegy volt. Tök jó, köszönöm szépen Éva, kedves vagy. Kettő hónap múlva lesz a névnapod. Az még nem mostanában lesz. Készül az új gépemen, az új remek művem, ami a live-od... Amit a live-od alatt? És nem értem. Örki, neked melyik új mód tetszik a legjobban, amelyik... Ja, mobra gondolsz? Nem mod ez, mob. Én az Isologer-re fogok szavazni, srácok, holnap 17:30-kor írjátok föl, állítsatok ébresztőt a telefonotokon. Lesz egy stream Twitch-em, és Badammal fogjuk hostolni, és beszélgetni fogunk az új fejlesztésről. Tehát fél órával a kezdés előtt fogunk hát mi kezdeni, ugyanis az eredeti kezdés előtt 20 perccel is lesz valami műsor. És utána lesz a szavazás, meg az update reveal, és onnantól kezdve nézni fogjuk mi is, a Minecont, csak beszélgetni fogunk arról, hogy mégis milyen az új update, mire számítunk, mit gondolunk jónak, mit gondolunk rossznak, tehát mindenképpen érdemes belesni, hogyha van kedvetek, mert szerintem tök hasznos dolgok fognak ott elhangzani, meg hogyha szeretnétek a véleményünket hallani, akkor mindenképpen gyertek. Jó vagyok, emesek, köszönöm szépen, annyi, hogy nagyon fáj a kezem, most ugye, hogy építek, rengetegszer kattintok, ugye inhüvely gyulladásom van a sok építéstől, ami igazából itt annyit tesz, hogy rengeteget használom a kezemet, mert én rengeteget építek. És annyit kattintottam, hogy elfáradt a, hát az inam, tehát a kezedben van egy rész, ugye az inhüvely, ahová bemegy az in, az egy ilyen kis rész, és az begyullad, hogyha az ember túlságosan sokat mondjuk gépel, vagy a zongoristáknak szokott még nagyon sűrűn. Hát én nem vagyok zongorista, tehát én Minecraft építő vagyok, de nekem így is sikerült, mert ez előjön ettől is, és nagyon kellemetlen, nagyon fáj, és be van kötözve a kezem. És úgy építek. Nem akartam elhalasztani a streamet, lett volna rá indokom, csak úgy voltam vele, hogy nem tudom, nem... Tehát annyira nem vagyok rosszul, hogy elhalasszak miatta egy streamet. Feleslegesnek gondoltam. De hát aztán még lehet, hogy megbánom holnapra, hogyha annyira fájni fog. Köszönöm szépen, szám ajánlásokat nem nagyon szoktam kérni meg elfogadni, mert megvan a saját ízlésem, plusz nem tudom ilyenkor leellenőrizni, és nem akarom, hogy valami csúnya dolog legyen. Úgyhogy ha lehet, akkor számokat ne nagyon írjunk. Igen, a stream végén fogom bekapcsolni a shadert, nem szeretek shaderrel építeni, egy, hogy felesleges teljesen, kettő, hogy nagyon zavaró tud lenni, mert az emberben egy hamis képzetet ébreszt, hogy szép az, amit éppen épít, és lehet, hogy ha leveszed a shadert, akkor meg undorító lesz, és én is jártam már így, és ezt nem szeretném megkockáztatni. Tehát én inkább shader nélkül építek valamit, ami tetszik, és utána felrakom a shadert, és akkor az még szebb lesz. És én ebben hiszek. De az, aki shader lépít, az rejteget valamit, legalábbis szerintem.
nem szeretek shader-rel építeni. Utána bekapcsolom meg a thumbnail-eket és úgy csinálom, persze, mert hát ez esztétika, tehát az igényes ember arra figyel, de nem akarom becsapni saját magamat, hogy jó az, amit csináltam, csak azért, mert shader-rel van, holott egy dirt kocka, egy blokk is jól néz ki shader-rel. Úgyhogy, ja. Mi az, amit építesz? Ott a címben. Az építmény a shader sem segít. Na hát, Lili, ez nem igaz. Biztos, hogy nem igaz. Hello Levente, üdvözöllek! Volt már inkább egy gyulladásom, mert annyit pengettem a hegedűmön. Na, Kamilla, az durva, attól is előjöhet simán, igen. Ez a kis ujjat, hát sajnálom. Jó reggelt, Vietnám, hello Szilárd, üdvözöllek! Jó gyulladás, Pörki, köszönöm szépen! Velem még nem történt ilyen, pedig viszonylag sokat kockok én, és Gerix az nem, tehát nem feltétlenül lesz ilyennyi az embernek, hogyha mondjuk kockul, tehát hogyha mondjuk így gépezik, de előfordulhat, és ja, velem előfordult, sajnos, bárcsak ne, de így jártam, ugye. Na jó, itt majd megnézzük, hogy hogyan alakulnak itt a dolgok, mert egyelőre még nem tudom. Ugye mondom, az ilyen kevés tervezés az azt eredményezi, hogy az ember az... ez így... nem tudja, hogy hol áll a feje éppen. Én se tudom most. Közben srácok, köszönöm szépen a feliratkozásokat és a lájkokat, hogyha esetleg még nem lájkoltátok ezt a streamet, de tetszik az, amit láttok, akkor mindenképpen tegyétek meg. Nyilvánvalóan ez egy videósnak ugye a statisztikák miatt sokat jelent, meg hát a... szívemet is megmelengedhetitek e módon, hogyha van kedvetek hozzá. Köszönöm szépen mindenkinek, aki esetleg lájkolja a streamet. Lustoljok most egész blokkot elővenni. Minél kevesebbet kell kattintanom, annál jobb. Hát mondjuk ezzel pont, hogy többet kattintok, hogy szlebeket használok. Na mindegy, én tudom, hogy hogyan kell magamat jól megszivatni, tehát... ehhez biztosan értek. Nem baj, jó ez. Szia Melita, üdvözöllek, és hello Birdie, üdvözöllek téged is. Micsoda, Bence és Endájjal, ezt nem nagyon értem. Andékkal, gondolod? Nem tudom, nem beszéltünk ilyesmiről, meg nem nagyon beszéltünk mostanában, szerintem mindenki elfoglalt most. Mindenki különböző más dolgokkal. Majd lesz valamikor, gondolom. Jó. Srácok, köszönöm szépen a feliratkozásokat, nagyon aranyosak vagytok. Köszönöm szépen, és örülök neki, hogy itt vagytok. Yep. Na hát ez így nem jó. Ez így nem jó, várjátok, ez így nem jó. Ez itt, az lesz nekem a problémám, hogy ezek itt nagyon egybe lógnak. Na mindegy, majd kezdünk vele valamit. Én már be akarom ezt így zárni, hogyha ez így összeenged, értitek? Na mindegy. Leon, aranyos vagy, köszönöm szépen. Örülök neki, hogyha így gondolod. Jó, és akkor ezt mondjuk csináljuk meg valami más blokkból. Úgy. Én egyébként azért nem az Ice Villager-re szavazok, mert már így is nagyon sok villager van a játékban. Szerintem Rolkatla, egyébként tiszteletben tartom a döntésedet, én úgy vagyok vele, hogy jöhetne még. Tehát én például nagyon-nagyon szerettem volna azt a villager-t, vagyis a pillager-t, amelyik enchantolja a körülötte lévőket, hogy nehezebb legyen őket megölni. Én például ezt szerettem volna. Tudom, eléggé egy ilyen mazoista move, de nekem ez valamiért tetszett, és így nagyon sajnáltam, hogy nem kerül be végül ugye a játékba egyelőre. Azt mondták a készítők, hogy majd valamikor mindegyik ilyen mob, ami másik játékban, ami a Minecrafthoz tartozik, szerepel. Szóval én még bizakodó vagyok abban, hogy a közeljövőben ezt meg fogják tenni. Nekem hiányoznak ezek, tehát egy, a Minecraftnak a történetét össze kellene lassan fűzni. Egy kicsike kis extrát, egy kis történetet kérünk szépen. És így nem nagyon kapunk. De örülnék neki, hogyha kapnánk. És szerintem a pillager-ök azok egy nagyon jó lehetőségei ennek.
Ők sok mindent meg tudnának a játékban magyarázni, hogy mi, hogyan és miért van. Mikor is kezdődik holnap a streamet, elfelejtettem, megtalálod a közösségi posztomban, vagy akár az Instagramomon, vagy akár Discordon, de egyébként 17:30-kor. Közben nézelődök. Szia Creepy! Hellóka! Közben itt olvasgatom, hogy mi a helyzet. Dragon Ball Z. Nem tudom, a Dorian, nem nézek animét. Nagyon jól tudsz építeni, köszönöm szépen, Mikola Áron, nagyon jó fej vagy. Sikerült ide érnem egy kicsit, de nem maradok sokáig, mivel a recept megírása után megyek is főzni. Recept megírása? Na hát Tristan, akkor neked jó főzést kívánok. Te vagy Szabó Gabi. Sajnos nem tudom az ilyen névcseréket követni. Honnan jött a papagáj skin? Honnan jött a név, hogy Perky Parrot? Tag Dani, ezt nagyon-nagyon sokszor elmondtam. Szeretem a papagájukat, és amikor gyerek voltam, akkor a szüleim csak papagájt engedtek nekem háziállatnak, mert az volt a legkevésbé koszos és hangos. És hát valószínűleg ezért. Leginkább ezért, azt tudnám mondani. Nem tudom. Nem tudom, hogy ez... Ugye azért szeretném inkább ezt használni... nem tudom. Nem. Most kézzel fogom csinálni a mai nap. Mai nap mindent kézzel fogok csinálni, ezt megmondtam. Tudom, ez pont a legrosszabbkor jött, amikor fáj a kezem, de ma egy kicsikét ilyen gyengébb, vagy hát kisebb projektünk van, amit így építünk, és nagyon kevés idő alatt meg tudnánk csinálni, ha Wordnet-et használnánk. És nem akarom kevés idő alatt megcsinálni, mert szeretem olvasni a csetet. Úgyhogy ja. legkevésbé hangos, szerintem az egyik leghangosabb állat, pont ezért szeretem. Hát nekem nem, például a hullámos papagájaim soha nem voltak hangosak, szóval gondolom valószínűleg azért kaptam őket újra, hogyha esetleg elhunytak a régiek. Ugye ők nem élnek túlságosan sokáig. És ja. Igen, így szerintem a szüleim azok akkor jöttek rá, hogy ilyen rövid életű állatokat nem érdemes venni, amikor öcsém már az 50. hörcsögén is túl volt, és mindegyiket ugyanúgy megsiratta, és rájöttek, hogy ez nem biztos, hogy jó a gyereknek, hogyha másfél évente eltemeti a házi állatát. Van egy olyan érzésem, hogy rájöttek erre, hogy ez nem volt éppen a legjobb. Ja, meg voltak amúgy halaim is, meg teknőseim, csak most milyen hülyén hangzana az, hogy nem tudom, turbó teknős lenne a Minecraft, vagy a YouTuber nevem, tehát nem tudom, nekem annyira nem. Inkább akkor már lett Perky Parrot. Beszélő papagájok, nem, a beszélő papagájok azok nagyon-nagyon sokba kerülnek, tehát nem ilyen fajta papagájaim voltak. Nem is tudom, hogy melyik tud beszélni. Tudtam a fajnak a nevét, de már elfelejtettem. A leginkább az tud beszélni, amely, tudjátok, a fehér, amelyik sárga fejű. Sárga toll van a fején. Elfelejtettem, de amúgy nimfa papagájom például volt, és ők soha nem beszéltek. De nagyon-nagyon hangosan csipogtak. Tehát ők például pont nem voltak halkállatok. Turbo teknős, nem rossz. Hát, Perky Turtle, de az is a nevemnek a része, hogy alliterál. Tehát, hogy ugyanazzal kezdődik mind a két szó. Good Friend Goldfish, azt hiszem, amúgy. Az mondjuk nem egy rossz YouTuber név, ha? Good Friend Goldfish, csak mire kimondom addigra, hogy az intróban addigra vége van a videónak, szóval. Perky Parrotok tudnak beszélni, amúgy, igen, én tudok beszélni. Látom, hogy sokatoknak tetszik, jól van akkor. Tricky Turtle, ez tetszik, ez jó, ez tetszik. Tricky Turtle, aha, ez jó. Ez mondjuk egy fokkal jobb. nekem van egy teknősöm, akit Elzának hívnak, 3 éves koromban kaptam születésnapomra. Na, ez tök jó. Nekem is volt tekim. Is teknősöm. Tudnak itt a bizonyíték. Igen, Rebecca. Igen. 5 macska és 2 kutya. Ó, te jó ég. Ez mondjuk kicsit durva.
Na jó. Oksi. Lazy Love Story. Na jó, van, elég lesz. Elég lesz a névajánlásokból. Már van, Perky Perot. Nekem az is megfelel. Hogy van a társaság? Milyen napotok volt? Nos, magyar vadász, nekem jó, azon kívül, hogy fáj a kezem. Ittam egy nagyon finom tökös lattét a Starbucksban, és nálam ez egy ilyen tradíció. Tehát például október elején mindig kötelező egyet innom. Amúgy szeretem, de nem járok el azért a Starbucksba, hogy ilyet igyak, de én így nyitom az őszt. Tehát nekem az október elsőjével kezdődik az ősz. Tehát én szeptembert nem vagyok hajlandó, amikor még 30-40 fok van, elismerni őszként. Az nem ősz, kész pont. És nekem az október az ősz. Tehát Halloween abszolút a kedvenc ilyen, hát nem azt mondom, hogy ünnepem, mert Magyarországon nem tartjuk, de a kedvenc ilyen seasonem. Nem tudom, hogy ennek mi lenne a magyar neve. Mondjuk azt, hogy kedvenc ilyen tradícióm, jó? Tehát, hogy a karácsony előtt még. A karácsony előtt van. Pedig a karácsonyt azt sokkal jobban megtartom. Tehát Halloweenkor, annyi, hogy Halloweeni hangulatom van, kirakok egy műanyag töklámpást, meg eszek pár cukrot, meg ilyesmi. Nekem ez valószínűleg gyerekkoromból ered, amikor ugye, hát én faluban nőttem fel, most attól függetlenül, hogy Pécsen élek, faluban nőttem fel, és ott mi elindítottunk egy olyan tradíciót gyerekként, én és a kis gyerekcsoport, akikkel barátok voltunk, elindítottuk a Halloween-nak a tradícióját. Abban a kis faluban mi indítottuk el ezt az egészet, és tök jó volt, mert amúgy egy idő után az iskolánk átvette, és a gyerekek mehettek az iskolával csoportosan cukrot gyűjteni, és így megszokták a szülők is, hogy jönnek a gyerekek, és akkor lehet, vagy hát kell cukrot venni nekik, mert akkor azt ki lehet osztogatni, meg stb. És ez tök jó, hogy egy ilyen szokást úgymond teremtettünk. Nekem ez egy abszolút egy ilyen szimpatikus ünnep. Sokaknak nem tetszik, mert nem magyar ünnep, jó van, de globalizáció van, tessék gyöpös fatucskók elfogadni. Sokan nem szeretik egyébként. Nekem például a régi tanárom, a töri tanárom volt nagyon-nagyon ellene, de ő nagyon-nagyon utálta a Halloween-t, és kiakasztottuk azzal, hogy középiskolában ugye volt Halloween-i ünnep, tehát hogy beöltöztünk egy nap, úgy mentünk mindenki beöltözve iskolába, és ez középiskola, hogy egy kicsit szórakoztassuk egymást, meg magunkat, és szerintem nagyon-nagyon jó ötlet volt, ő viszont nem szerette. Ki gondolta volna, hogy ő lesz az, aki nem fogja szeretni? Apukád utálja, hát, ja, vannak ilyen, főleg ugye az idősebb korosztály, az ilyen 40-es, 50-esek, azok, akik nagyon nem csipázzák ezt, mert ugye kommunizmusban ilyen nem volt, ugye, ugye nem volt. De hát haladunk a korra, tehát globalizáció van, új korszak van, új dolgok vannak. Én nagyon-nagyon szeretem a Halloween-t. Voltam is már Halloween partiba, csak én nem vagyok az a bulizós, és ezért engem többet ott nem láttak. Tehát, hogy egyetlen egyszer, aztán hello. Apukád is 50-es, na hát, előfordul. Ugye az én szüleim azok elég fiatalon lettek szülők, úgyhogy ők még nem 50-esek. Apum is még csak a 40-eseinek a végén van. Zimo. Mit mond Zimo, mivel egyet kell érteni? Mindjárt olvasom. Aki azért nem szereti, mert nem magyar ünnep, azt megkínálnám lábamban. Teljesen logikátlan elkülöníteni, hogy milyen ünnepet, milyen vallás és nemzet ünnepel. Amúgy igen, és ez tök érdekes szerintem. Meg sokan azért nem szeretik, mert pogány szokás, meg tudjátok, tehát, hogy ez ilyen még keresztény dolog, hogy pogány szokás, meg ilyesmik vannak. Persze ezt is elfogadjuk, nyilvánvalóan, de azért mégiscsak jobb lenne, hogyha az embereknek lehetne jó kedve anélkül, hogy bűntudatot kelljen érezniük, meg hogy pokorra kelljen jutniuk. Tehát nekem ez a véleményem, miért ne lehetne beöltözni. Ja, de hát ez olyan egyébként, mint konkrétan ugyanolyan, mint a busójárás, csak ősszel van. Tehát így, hogyha azzal, és az is pogány szokás, tehát ezt nagyon bírom, például a történelem tanárom is erre fogta, hogy merő keresztény, és ott nincsen Halloween. És így, mi van? De a busójárást azt azért tartja, ami pogány szokás, és
és nem keresztényi szokás, de mindegy. Nem akarok benne logikát keresni az ő gondolataiban, mert szerintem nincsen. Na, szuper, jó, oké. Szeretem ezeket a számokat. Tök nyugtatóak. Ez aztán lesz számvárosháza, mondhatom. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog majd alakulni. Ugye tényleg abszolút semmi tervem nincsen rá, tehát így... Azt sem tudom, hogy most mit csinálok, csak próbálok összehozni valami értelmeset, ami így kinéz valahogy. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Szeretem az ilyen vaktába belevágunk dolgokat is. Bár ugye, aki engem ismer személyesen, az tudja, hogy én a megtervezésnek a híve vagyok. De ja. Mi a kedvenc tantárgyad? Ezt mostanában nagyon-nagyon sokat kérdezik tőlem, hogy mi a kedvenc tantárgyam. Ugye én már egyetemista vagyok, és nekem már nincsenek külön tantárgyaim, vannak külön tantárgyaim, csak nem úgy, ahogyan azt ti gondoljátok. Nekem... Tehát én ugye angol szakon vagyok. Most azt nem mondom meg, hogy pontosan minden angol tanulok. Tehát nekem az összes órám angol óra, csak mindegyiken más a téma, mindegyiken más a... Hát hogy is mondjam, a dolog, amit tanulunk, más irányultságú a dolog. Nem tudom, hogy hogyan fejezem ki szépen. Tehát oké, tehát a kultúratudomány, tehát bevezetés a kultúratudományba, meg bevezetés a interkulturális tudományokban. Na, gyönyörű szép neveik vannak, nekem ezek voltak a kedvenceim. Ez nektek tök semmit mondó lesz szerintem, mert ez ilyen, tényleg ez nagyon ilyen specifikusan az én terem, tehát ahol én tanulok. És ja, nekem például az volt, tehát ezt nagyon szerettem. Introduction to Intercultural Studies, tehát bevezetés az interkulturális tudományokba. Érdekes. Én nagyon szerettem egyébként. Nagyon-nagyon jó tanárom volt. Egy angyal tanárom volt, aki utána tanított nekem egyébként nyelvtant is, mármint hogy angol nyelvtant. És őt nagyon-nagyon szerettem. Angol nyelvtan 2-t ráadásul. Ami meg már aztán egy új dolog. Na jó, én ezt lehetséges, hogy kicserélem. Kicserélem. Rácok, kicserélem. Szerintem kicserélem. Ez itt nem. Szia Luisa, hellóka, üdvözöllek a streamen. Azt hittem, hogy sokkal később fogsz tudni jönni, de örülök, hogy végül sikerült ideérned. Örülök neki. Egyébként. Éppen városházát építünk. Tehát ezt te most nem tudhatod. De most már tudod. Igen, ezt itt majd igen, megcsinálom. Éppen kicserélek most pár dolgot, mert nem annyira tetszik az, ahogyan most így kinéz. De majd meglátjuk, ugye? Majd alakulni fog. Városháza lesz előtte egy kis térrel. Iszok egy picikét. Na. Amit látsz, Dorka, arra maradtál le. Most lettem 9. osztályos, és a BIOS a legbonyolultabb. Igen, a kacsi, az nagyon bonyolult, de én szerettem. A tanárral is jobban voltam, mert aranyos, meg kedves. És ő most öcsének egyébként az osztályfőnöke. Igen. Innen is üdvözlöm. Pörki, a kedvenc történetem a Noé bárkája. Nem tudom, én jobban szerettem a Jancsi és Juliskát, szerintem azok jobb mesék, legalábbis én azokat jobban szeretem. Ja, nem osztottam meg az életkorotokat. Nem, tehát nem muszáj eltitkolni, de próbáljuk meg nem. Nem nagyon. Meg lesz a 2000 like, kacsi, nem kell, nem kell, tök mindegy, legyen valamennyi, aztán hello. Aki még nem lájkolta, az lájkolja. Nem vagyunk ilyen lájkéhesek itten fele, de lájkoljátok mindenképpen, hogyha van kedvetek esetleg, és energiátok nem fáradt el a kezetek túlságosan az írásban, az iskolában. Úgyhogy mindenki lájkolja, aki szeretné. Nem kötelező, de megköszönöm, hogyha lájkoljátok. Viszont 2000 lájkot nem kell gyűjteni, az sok, nem kell. Törés angol, nagyon szerettem én is egyébként, Eszter. Nagyon szerettem a törit és az angolt én is.
Névemondás nincs. Nincs, és módiosztás sincs. Azoktól hányok. Olyan nincs. Azoktól rosszul leszek. Bezöldül a fejem és hányok tőle. Nem, srácok, a modizás, az felejtsük el, az csak a barátoknak jár, akiket régóta ismerek, és ezen nincs változtatás, ez így marad. És, lájuk meg a névemondás, srácok. Majd, hogyha valami értelmeset írtok és pont meglátom, akkor úgyis beolvasom az egészet névvel együtt, úgyhogy ne parázzatok. Hogy vagytok? Nos, Dura, én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Jó a zene, köszönöm szépen, Margaréta, neked pedig szép a neved. Na, Így. Itt a chatet igazgatom, bocsánat. Az jó, Melitta, az... Szuper. Azok kapják a választ. Igen, meg a kutya, így van. Azok kapják. Nem, hogyha nem viszik túlzásba, akkor nem. Egyszer persze mindenki elköveti ezt a hibát, de aki megérti, hogy nincs, és megérti, hogy miért, és jó fej, és nem szemétkedik utána, azt nem némítjuk. Teljesen felesleges lenne szerintem. Na jó, jó. Akkor itt fönt, ugye meg fogom most csinálni itt a plafont. Valamilyen szinten ez egy plafonnak is felfogható. Egy darabig, tehát nem az egészet. Ilyen. Megint csak ez egy panoráma build, ami azt jelenti, hogy a hátulját nem kell megcsinálnunk. Ugyanis egy szögből kell, hogy jól kinézzen, és az innen lesz szemből. Szóval ez most megint egy olyan build egy kicsit, ami nem kell hozzá túlságosan, nem tudom, túlzásokba esni a berendezés meg az ilyesmi terén. Szóval ezeket szeretem, mert ezek keves, tehát ez pont egy ilyen stream projekt, hogy pont nem kell sietnem, és minden tökéletesen kész van. Ezért szeretem. Na jó, oké. Akkor itt most csinálok egy falat. Nem tudom még, hogy milyen magasat. Szerintem nem túl magasat. Én azt mondanám, hogy 2 elég. Majd meglátjuk. Bukovics János, mit írt? Hiába sok dolog változott azóta, amióta nem voltam itt. Igen, nagyon-nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon sok új stílust próbáltam ki, főleg az utóbbi hetekben. Instagramon ezt egyébként láthatjátok. Nagyon próbáltam egy saját stílus kifejleszteni, miközben ezt próbálgattam. Ugye a Victorianus és a Second Empire stílusok azok, amiért most meg vagyok halva konkrétan. Tehát meglátok egy ilyen épületet, és azonnal fotózom, és imádom, és nagyon szuper, nagyon-nagyon szeretem. És azokat csinálom mostanában. Ez most egy kicsit ilyen barok lesz, az meg a másik, ami mostanában érdekel. Régen nem szerettem ezeket, talán még egy pár hónapja is azt mondtam volna rá, hogy nem szeretek olyan épületeket építeni, amik a valóságban is megtalálhatók. Tehát inkább középkor és inkább fantasy stílusokat preferáltam, de most ez tökre megváltozott szerintem. És nem is bánom, hogy ez megváltozott, ugyanis szeretek új dolgokat kipróbálni. Yep. Egyébként itt még látom, hogy még sokan beszélgettek, hogy hányadik osztályosok vagytok, meg stb. Úgyhogy ebben már nem szólok bele. Egy-két dolgot még azért elolvasok. Itt van olyan, hogy nem szereti valaki a törét, ugye mondja Anna például. Ádám, Virág, ne aggódj, nem lesz semmi probléma. Mi hamarabbi jobbulást kívánok neked. Remélem, hogy hamar fel fogsz épülni. Nem kell aggódni. A lényeg az, hogy nem lesz semmi baj. Hidd el nekem. Nem lesz semmi probléma. Fiatal szervezet vagy, és... ja. Mizupörki, MS-e, köszönöm szépen a kérdést, minden rendben van azon kívül, hogy be van kötözve a kezem, ugyanis inhüvelygyulladásom van, ugye, ami azt jelenti, hogy fáj, be van gyulladva az inomnak a helye, ahova bemegy az ina a karomban, és nagyon kellemetlen, de ettől függetlenül teljes mértékben jó vagyok, nem panaszkodhatom. Egészséges vagyok, stb. Szóval minden rendben van. Pörki, van egy jó hírem számodra, emlékszel a gyerekre, aki a... medvekutya... Én sosem mondtam, hogy ki volt az, ugyanis te nem ismerheted azt, mert én sem tudom a nevét, szóval... Tehát én sem tudom a nevét, hogy ki volt, nem emlékszem a srácra. És nem is haragudtam a srácra, hát ez már 3 éves történet lassan, tehát hogy...
Nem haragszom rá miatt. Én nem tudom, hogy ki volt az, fogom sincs, és te sem tudhatod, úgyhogy nem tudom, ez a hír ez most nekem miért jó, hogy valakit kirúgtak onnan. Ádám, igazán nincs mit, igazán nincs mit. Ugyan. Nincs mit. Megnézzük, hogy mondjuk a redstone lámpa az mennyire néz neki jól ablak belsőnek. Lehet, hogy ha kivilágítjuk, akkor egy kicsikét majd jobb lesz. Így nagyon sötétnek tartom. De lehet, hogy csak én tartom nagyon sötétnek. És ti meg azt mondjátok, hogy ez de jó így. Én meg lehet, hogy azt mondom, hogy nem jó így. Hello, üdvözöllek, Panna! Szia! Mi a helyzet? Hogy vagy? Elestél a rollerrel, mikor mentél suliba. Nem kell rollerrel közlekedni, most már csúszósak az utak, ma nyárom. Engem sose veszélyes, dehogy is nem, pizza. Szinte mindig minden egyes streamben bemondom egyszer a nevedet, de hogyha nem veszlek észre, tehát ez srácok, ez ilyen, ez ilyen. Most is 200-an néznek, hát persze, hogy nem tudok mindenkit észrevenni, nyugalom. Attól, mert nem veszlek észre, az nem azt jelenti, hogy nem értékelem, hogy itt vagy. Amúgy tudom, hogy Word Edit-tel is meg lehet ezeket csinálni, még mielőtt valaki beszólna, aki nagyon ért hozzá. Tudom, hogy meg lehet csinálni Word Edit-tel, de ma nem Word Edit-ezek. Ma nem Word Edit-ezek. Ma úgy voltam vele, hogy kézzel építek teljesen. Hello Ádám, üdvözöllek. Pörki, ez nagyon szép, köszönöm. Igazából még nagyon-nagyon az elején vagyunk, olyan szempontból, hogy még a teret is meg akarom majd szépen csinálni, meg mindent. Meg ezeket is itt nagyon jó lenne mondjuk. Lehetséges egyébként, hogy itt csalunk majd egy kicsikét, és az lesz, hogy Blackwoolt rakunk ide. Meglátjuk, hogy hova. Meglátjuk, hogy hova. Egyelőre még nem döntöttem el, hogy így hova szeretném. És... Meglátjuk. Hello, üdvözöllek, Zoli! Szia! Mi újság van? Srácok! Látom, jöttetek egy páran, mindenképpen iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, valamint lájkoljátok ezt a streamet, nagyon sokat jelentene természetesen, mint mindig. És hát megköszönném a kedvességeteket, ugye minden streamernek és videósnak ez nagyon sokat jelent, így látjuk azt, hogy mennyien vagytok érdekeltek abban, amit csinálunk, és érdemes azt folytatnunk, amit csinálunk, meg stb. Köszönöm szépen közben a feliratkozást közben, megcsipottad a papagájamat, köszönet érte. Jó. Oké, akkor én ezt most itt eltakarom, de ezzel majd még kezdeni fogunk valamit, csak egyelőre eltakarom, jó? Tehát egyelőre csak eltakarom. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz véle. Ugye, ja, nem tudom, hogy észrevetétek el, hogy most egy olyan üres világban vagyunk, amit ugye mondtam, hogy 4 darabot fogunk egy világba rakni. 4 darabot és nem többet, hogy megakadályozzuk, hogy esetleg laggoljon vagy valami. Lesz Survival Live? Nem, Horváth Gábor, nem szokott lenni Survival Live. Mi is a kedvenc kajád? Mindig elfelejtem a nevét. Elkeresek Google-en. Karcsi. Chicken pesto pasta. De mindenképpen angol receptet használj, ne azt, amire van fordítva magyarra, mert rettenetes. Én azt megnéztem, olyan dolgokat írtak bele, aminek nincs értelme. Úgyhogy magyar receptet ne használj, hogyha találsz olyat. Hogyha jót akarsz magadnak. A Natasha's Kitchen-nek a receptjét használd. Érdemes lefordítani. Nagyon-nagyon jók. Nagyon-nagyon jó az a recept. Az a legjobb recept. Én egy kicsikét alakítottam rajta, de... Ja, de nagyon-nagyon jó az a recept. Koktél paradicsomot szoktam még belerakni. Miért te... Ja. Srácok, mikor lesz kérdésekért bannolunk? Most már az jön. Semmikor. Hogyha sokat kérdezgetitek, akkor semmikor. Nem lesz túlélő. Kész, ennyi volt a túlélő, nincs több. De lesz, csak srácok, hagyjuk már ezt a mikor lesz dolgot. Majd. Lesz, nem kell félni, lesz.
nem megy sehová a sorozat. De most volt konkrétan pár napja, és nem egy túlélős csatorna vagyok. Szóval ne erről tessük. Ne erről tessük a dolgot. Nem tudom, meglátjuk majd, hogy egyelőre ez a fehér szín nem annyira jön be itt, de hogyha kicsikét megspékeljük, akkor lehet, hogy összerázza majd az egészet. Rendben, Adrián, várunk vissza! Mi a kedvenc teád? Nos, a Biocsillautot nagyon-nagyon szeretem. Az az egyik kedvencem. Itt majd még lesz egyébként tető mindenképpen. Jól vagyok, köszönöm szépen, Hanna. Remekül vagyok. Most már a kezem sem fáj. Hozzászokott ahhoz, hogy most dolga van, mert... Ja. Muszáj. Most muszáj építeni. Most építeni kell. Amúgy soha nem muszáj, csak szeretnék. Egyébként mindig könnyebb befejezni egy projektet, mint elkezdeni. Ezt így... Csak így megjegyzem, hogy most... Például én úgy gondolom, hogy tök könnyen haladok, hogy elkezdtem. Ugye nehéz belevágni általában az ilyenekbe, mert az ember nem látja még a kész terméket maga előtt, és olyankor nem látja még annyira motivációt sem, hogy na, ezt most ezért és ezért kellene csinálnom. Egész jó. Neked egyetem van? És hogy sikerültek a vizsgáid, ha voltak? Ádám, mindenfél évben vannak, és még jelenleg nem voltak. És igen, egyetem van. Szia, Csoki Csen, örülök neki, hogy itt vagy. Nagyon kedvesek a módik. Igen, pizza, abszolút egyetértek. Visszatértem Pörkérig, nagyon szépen haladsz. Köszönöm szépen, Marci. Hello, Jegestea. Szióka. Verseny. Óca jó ég. Online lesz. Na hát akkor Jegestea, neked sok sikert kívánok. Valami jó tanulási tippet adni? Hát Tamara, leginkább azt tudom mondani, hogy most ezt tudom, ez nagyon ilyen borzasztó lesz, de ne add fel, tehát hogy így tanulj sokat, és ne add fel, mert fontos, hogy ne add fel, nyilvánvalóan nem kell megmagyaráznom, hogy miért. Ezen felül nem nagyon tudok neked több tippet adni. Mégpedig azért nem, mert mindenkinek más jön be. Ugye ez is olyan, mint az építés. Építési tippeket sem nagyon szoktam adni, ugyanis az is olyan, hogy mindenkinek más jön be. Az, ami valakinek működik, a következőnek már nem biztos, hogy fog. Úgyhogy, yep. Érdemes ilyenkor senkire sem hallgatni, amikor tanulási tippekről van szó. Mégiscsak kell velétet használnom, nem baj. Nem baj. Azt talán nem várja el tőlem senki, hogy egy gömböt építsek. Csak úgy. Mi is a kúgya? 168... Talán simán 168. Nem vagyok benne biztos, lehet 168-2, de szerintem az a Dark Prismarine. Na mindegy, tök mindegy. Hát... Talán egy ötös, de talán az lehet, hogy az sok, mindjárt meglátjuk. Mondjuk ideig akarom, hogy kiérjen, mondjuk itt, akkor az... Mondjuk így idáig érjen ki, akkor... Ó, de várjátok, ez semmiképpen nem lesz jó, mert páros. Ezt nem vettem észre. Hát mondjuk itt szumpó. De... Meg tudom oldani, tehát tudok csalni. Nem tudom, meglátjuk, megpróbálunk csalni. Jó? Mindjárt meglátjátok, hogy hogyan értem. Egy, és kettő, és három, és négy, és öt, és hat, és mondjuk hét. Hát... Talán egy hét. Talán egy hét. Jó lesz. Mindjárt meglátjuk, hogy hogyan alakul. Így.
Szuper. Oké. És akkor ezt majd eltoljuk egy picikét. Tehát most ezt itt mindjárt leszedem Word Editor, csak így először ki akarom jelölni, hogy kb. Hogyan van. Azt hiszem talán ennyit elég lesz leszednem. Yep. Oké. Szia Marthug, hellóka, üdvözöllek a streamen ismételten. Mi a helyzet? Hát ezt ne tőlem kérdezz, hogy megváltoztasd le a profilképet, hát ez a te döntésed, tehát a profilkép az a te döntésed, ne viccelj. Jó, na szóval. Na és akkor most azt kellene tennünk. Most jön a big brain, hogy ezt hogyan csináljam. Tehát azt kellene tennünk, hogy ezt az oldalt... Várjátok. Hát, ugye duplának kell lennie. Meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni. Jaj, hoppá. Tehát, meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni, hogyha dupla lesz. Nem biztos, hogy rosszul, tehát a lényeg most az, hogy itt dupla legyen a közepe. Ezen az oldalon. Ugye, ez a fontos most. Ez mindjárt meglessük. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog alakulni. Közben srácok, üdvözöllek titeket a streamen, esetleg, hogyha újak vagytok, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, valamint lájkoljatok. Az jó lesne nekem. Na jó. Oké. 300 like, yeah, köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt is, hogy ilyen jó fejen számoljátok a lájkokat. Ugye én ilyenkor élő közben nem nagyon tudom ezt megtenni. Naha. Érdekes lesz. Oké. És akkor itt ez. Jó. Oké. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6. És elvileg így. Így, nem. De nem tudom. Mindjárt. Várjátok, lemásoltam? Nem tudom. Egyen lejjebb. Jó. Viszont úgy gondolom, hogy ide kell tenni. De majd mindjárt kiderül. Tehát akkor egyen lejjebb. És akkor utána jók leszünk. Elvileg. Aha. Aha. Oké. Okay. Jó. Jó. Elvileg ez így jó lesz. Nem túl nagy, talán, vagy de, várjátok, lehet, hogy túl nagy. Hogyha ez itt lelóg, akkor nagyon szomorú leszek. Áj. Nem. Ez túl nagy. Ez túl nagy. Jó. Na várjátok. Újra? Nagyon vidés vagy. Köszönöm szépen. Kedves vagy. Jó, akkor ezt most újra csináljuk. Nem baj. Mégpedig, ugye innentől, és 6. Talán nem lesz túlságosan nagy. Reméljük. És lehet, hogy egy kicsikét kupolásabb lesz, tehát mondjuk így innen fogom majd csinálni. Szuper. Jó. Egyébként srácok, hogy vagytok? Meséljetek, mi a helyzet? Az újaktól kérdezem leginkább, mert ugye a többiektől már kérdeztem. Úgyhogy most a többiektől kérdezem elsősorban, hogy hogy vannak. Így, ez az egyik. És... Még a másik. És... Oké, eltoljuk. Remek. Nagyon jó. Így. Csak az egyik oldalából csinálok duplát. Mert nekünk csak az egyik oldala kell amúgy is. Jó, meg esetleg így kicsit meg kupolásítom. Ez már túlzás? Nem, szerintem ez így jó. Itt nekem nagyon... Ja igen, itt ugye nem. Á, bár... De.
csak itt így. Kicsit visszapörgetek. Nem tudom, kedves moderátorunk, ezt kérte, hogy igen, de bármi megtörtént. Már mit? Miről van szó? Mi a kedves sportod? És mit sportod? Kérdezi Jani. Nos, nem sportolok már semmit, de régen az úszás volt. Nincsen időm sportolni igazából. Meg én nem vagyok olyan nagy sportrajongó, tehát hogy... Nem. Hello, pap! Pap György, üdvözöllek! Aha, nem. Így, oké. Okay. És akkor itt ugye elvileg középen van, szuper. Így, és akkor egyen lejjebb mondjuk, és akkor... így, oké. Okay. És akkor itt pedig... bemegyünk ide. És akkor itt reménykedünk abban, hogy így már jó lesz. Lehet, hogy nem, meglátjuk. Na. Aha, ja nem, rossz oldal, rossz oldal. Oké. Elvileg így jó lesz. És akkor lehet, hogy hátrébb viszem még egyel, és... Oké. És akkor esetleg így. Lejjebb kellene még egyel vinnem? Várjátok. Nem baj. Lejjebb visszük még egyel. Mi történik? Nem mondom be a nevedet, hogyha valami értelmes kommentet írsz, akkor bemondom. Mindenkiét beszoktam mondani, hogyha felolvasom a kommentjét, de csak így névbemondást nem lehet kérni. Na, így meg is vagyunk, és szerintem ez így már jó lesz. Legalábbis nekem tetszik. Oké, és akkor most már lehet eltüntetni ezt. Így. Na és akkor ez itt még nem, nincsen neki vége. Mert itt egy picikét, ugye úgy lesz az egész, hoppá, pont ezt a felét nem csináltam meg, nem baj. Szóval tehát úgy lesz az egész, hogy ezt majd még alakítjuk, ezt a tetőt. Viszont szeretnék ennek egy ilyen érdekes csúcsot, ugye mivel barokkban vagyunk, ezért ugye itt a túlzás a menő. Tehát itt az a menő, hogyha el van túlozva a dolog. Úgyhogy it is what it is, megpróbáljuk. Lehet, hogy itt nem fog annyira jól kinézni, sőt elég valószínű, ahogyan eddig nézem, mert ugye dupla helyzet van, és ez meg annyira nem kedvez nekünk ebből a szempontból, de ki tudja, még lehet, hogy ki tudunk belőle hozni valami normálisan kinézőt. Ha meg nem, akkor oké, jó kísérletezés volt, de a kupola az attól még megmarad. Műtötték a lábadnak Zoltán, akkor mihamarabbi felépülést kívánok neked. Remélem, hogy minden rendben lesz, meg hogy rendben van. Azon kívül is nem volt semmi komplikáció. Szeretem ezt a számot nagyon. Aha. Alakulgat. Azt hiszem. És akkor, na most itt, ja, a duplasság miatt lesz itt nagyon nehéz dolgunk, ugye én ezt nem szeretem, hogy ez így duplán van. Ezzel így nagyon-nagyon nehéz lesz dolgozni, csak erre én nem számítottam, hogy dupla a közepe, mert nem számoltam ki, úgyhogy meglepetés, azt hiszem. De nem baj, srácok. Mi ezt is megoldjuk. Nem kell félni ettől. Hoppá. Így. Hát, mennyire lesz ez működőképes? Szerintem nem túlzottan. Hát, jó, oké, nem néz ki rosszul. Azt mondom, hogy tudnék vele dolgozni. Itt még ugye nyilván azért hagytam ekkora területet, mert szeretném ide is egy kicsikét behozni. Egy kicsikét behozni ezeket a különféle motívumokat. Hogy egy kicsit a smooth quartzot beleolvasszuk még jobban az építménybe.
Ezt most mindenképpen meg fogom csinálni, és meglátjuk, hogy hogyan alakul. Nagyon tisztel munkásságot. Most Tomás, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves vagy, hogy tiszteled a munkásságom. Örülök neki, hogy szereted azt, amit csinálok. Ezt mindig jó hallani egyébként. Na, akkor itt majd, akkor... Oké, akkor ezekkel majd ott ki kell találni valamit. Remek. Még egy probléma. Nem baj. Látjátok, ezért kell kiszámolni azt, hogy mit csináltok. Ezért, pontosan. Ezért. Meg különben ilyenek vannak. Sajnos. Oké. Hiányoztam Adrien? Persze. Persze, nyilván. Mindenki, aki nincs itt, az hiányzik. Nem, akkor mondjuk ide be lehetne hozni ezt. Még egy kicsit rakjunk bele ebbe a fehér körvonalas motívumba. Mit szóltok hozzá? Meg ismételten a barokk stílusban vagyunk, ahol aztán lehet részletezni. Mondjuk vannak nagyon csúnyán agyon részletezett építmények, amik ilyen tök jogtalanul idézőjelbe vannak agyon részletezve, azok nem szépek. De talán ez itt elfér rajta. Aha, el, jó, oké. Igen, el. Azt mondom. A tetővel majd még kell valamit kezdenem. Csúlyok, nem lehetek tag. Figyelj, semmi probléma, igazából ezt nagyon könnyen tudod kompenzálni azzal, hogy itt vagy, dobsz egy lájkot, és nem tudom. Igazából ennyivel. Nem kell aggódni, srácok, hogyha nem tudtok pénzügyileg támogatni. Az is tényleg tök sok segítség, hogyha itt vagytok, és nézitek a streamet, és stb. Szóval... Nem kell aggódni, ne stresszeljétek túl ezt a dolgot. Ezt a tagság dolgot. Semmi nem kényszer. Tehát, ja. Ezen nincsen például extra tartalom ugye a tagoknak, mert nem akarom kizárni azokat, akik esetleg szeretnének, de nem tudnak támogatni. Tehát pontosan ezért nem, nincs ilyesmi. Mert szerintem nem lenne egy jó húzás, én úgy gondolom, de persze, hogy ezt mindenki magának dönti el a saját csatornáján. Én nem szeretnék ilyet csinálni, hogy mondjuk ilyen tagok exkluzív. Tehát, mert azzal kizárom azokat, akik szeretnek, csak mondjuk nem tehetik meg, hogy támogassanak pénzügyileg. Úgyhogy, ja. Ez sajnos ilyen. Ezért nincsen a tagoknak extra tartalom. Hogyha esetleg valaha a tagok gondolkodtak volna ilyesmin. Akkor ezért nincsen. Nem akarom kizárni azokat, akik szeretnének, de nem tudnak. Abszolút nem vagyok fanya ennek a tetőnek. Erre most így rájöttem. Hát, nem tudom. Nem rossz, csak... Mit mondotok, mit csináljunk vele? Legyen mondjuk sima kupola inkább helyette? Vagy maradjon ez? Most kíváncsi vagyok, hogy ki mit ír erre. Patrik, köszi szépen a részvételt. Már tiltva is lettél. Yep. Meg prankáltam a gyereket Bonnal. Ja, a másik srácot is akár, Patrikot is lehet akár tiltani, nem kell itt erőltetni a... Meg kell tanítani, nekünk szépen beszélni, azt a szüleinek kellene. Ez így jó lesz így, maradjon, szerintem jó így, nekem is tetszik, egyre jobban mondja Martuk. Na, ennek örülök. Maradjon. Akartam tovább beszélni vele. Városodnak a címere. Ez szép, de legyen városnak címere. Most azt nem fogok építeni külön, de... ja. Ez nem a parlament, de hogy is. Az teljesen máshogy néz neki, azt máshogyan is építettem volna. Nem, ez csak egy ilyen... van. Szerintem nagyon szuper, de maradjon. Jó. A legtöbben azt mondjátok, hogy maradjon.
most hallgatok rátok, azt nem mondom, hogy nem fogom megváltoztatni esetleg majd, de marad. Tehát ez a hagymatető, jó? Tehát ez szerintem is illik a barokhoz, ebben egyetértünk, de meglátjuk. Tehát változtatni úgy nem fogok rajta, hogy eltüntessem mondjuk a barokságát a dolognak. Vagy csak sima blokkokat, és akkor... Nem. Jó, akkor talán ez úgy lesz megoldva, hogy így. Nem. Igen, itt ugye ezzel, ez itt a problémám, hogy ebből így... Hát, nem tudom. Próbálj meg szlebeket használni. Jaj, a fenét. Na mondjuk ide. És akkor esetleg így. És akkor nem tudom. És akkor esetleg mondjuk itt is inkább. Na jó, ez így jobban tetszik. Oké. Megvan akkor. Tehát akkor ide, igen. Tehát akkor ide rakjunk egy egész blokkot. Szerintem ne erőltessük a lépcsőt, mert akkor nagyon-nagyon lépcsőzetes lesz az egész. És akkor így és így. És szépen így. Oké. Most talán a másik oldalra. Még annyi, hogy ennek lehet, hogy a színét fogom majd megváltoztatni. Nem tudom. Nem tetszik ez nekem. Nem. Rafinált nagyon. Furán áll a szeme is. Oké. Oké. Yes. Ezt így, így. Így. Csak a napelemes vállalkozásom van, szerinted napelemet meg lehet valósítani a tetőre? És komoly kérdés volt? ide szeretnél egy napelemet? Várj. Van egy olyan valahol, nem tudom, redstone, nem. Mi annak a neve? Én elfelejtettem már. Nem sunlight... Mi ennek a neve? Várj, van valami hasonló már. Tessék, itt van. Daylight. Na, szuper. Tessék, nézd. Íme. Egy. Remélem tetszik. Ennyit tudtam tenni az ügy érdekében. Ennyit. Összesen. Mónika Show, így van. Na, jó, oké, jó, ez így jó lesz egyszer. Jó, én azt mondom, hogy ezt most lehet, hogy megpróbálom megváltoztatni. És meglátjátok majd, hogy mire. Ja, miért mindig a kettővel kezdek? Valaki elmondja nekem? Jó, és akkor ezt a világosat replace-eljük mondjuk Dark Oak-ra. Oké, ez így talán egy fokkal jobb. A formája még mindig nem tetszik. Survival sorozat várható-e? Van már egy Survival sorozatom. De érdemes körülnézni egy videósnak a csatornáján, hogyha szeretnéd tudni, hogy milyen tartalmat gyert. Szerintem az a legjobb dolog, amit tehetsz, hogyha kíváncsi vagy. Ó, viszont egy sejtésem van. Ójjaj, ezt tudhattam volna. A problémám az az, hogy ugye ebből a fajtából természetesen nincsen wall, mert miért lenne? Úgyhogy ez nem jön így be nekem. Na jó. Azt mondom, hogy maradjon így, jó? De erőltessük. Dóra, igen, van moderátor, természetesen van. Szia, Andor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hello, Jakab, Dominika, üdvözöllek. Közben olvasgatom, hogy ki mit írt, mert érdekel, hogy ki mit írt. Nyilvánvalóan. Oké. Akkor itt valakit le kell tiltani, nagyon jó. Sziasztok, hogy most értem ide. Szia, Mocskraft, semmi probléma, hogy most értél ide. Nem maradtál, ja de.
Azt akartam mondani, hogy nem maradt le semmiről. Ez már egy ilyen beidegződés szerintem, hogy ezt mondom mindenkinek, hogy nem maradt le semmiről. De nem, elmaradt le. Van egy rossz hírem, hogy lemaradt le. De nem, tényleg nem. Semmi probléma. De így már nem tetszik nekem ez a tető, srácok. Ez a hagyma tető. Így már nem tetszik. Nem. De szerintem az ott mindjárt menni fog. Na várjátok, esetleg megvan még ez a tető. Jep, megvan még? Megvan, oké. Okay. Jó, akkor ezt most úgy kellene csinálnom, hogy... Na várj, megpróbálom. Ki kellene cserélnem ezeket? Mégpedig azért, mert... Nem tetszik a hagymatető. És tudom, hogy megkezdtelek titeket, hogy jó-e, és azt mondtátok, hogy jó, de egyszerűen nem tudok vele azonosulni. Nem tudok. És ez nekem nem jó, hogyha nem tudok azonosulni a saját építményemmel. Úgyhogy újra csináljuk. És ezzel a tetővel fogunk tovább menni. Mert ez a hagymasság, ez nem jött be. Én rontottam el, srácok, mert duplára csináltam a tetőt. Vagyis az egész alapot. És ez nem jó. Nem jó. Szia Baradlan, üdvözöllek! Na és akkor most lehet replace-elni a 168-at 168-2-re. Így, na, már is sokkal jobb. Oké, nekem ez így jobban tetszik. Kövezzetek meg, de muszáj volt megváltoztatnom, mert nem működött. Higgyétek el, nekem nem működött az úgy, ahogyan ott volt. Ja jó, így. Szuper. Most még ugye például itt megcsinálhatnánk azt, de megint csak a dupla miatt nem tudjuk, hogy ugye ide felvezetni egy ilyen... Tehát egy ilyen boltív, nem boltívet, egy ilyen fogatót, ami fogja a tetőt fentről. Nem tudom ezt most elmagyarázni nektek, mert abszolút készfájdalmam az most megint erősödött, és megint nem tudom, hogy hol vagyok, annyira fáj a kezem. De igyekszem. Jó, akkor még egy-két ilyen... motivumot mondjuk még lehet, hogy rakok majd rá, mert ez nem gáz, hogyha van, csak itt az itt a probléma, hogy ugye dupla, megint csak a dupla. Gratulálok, Pörkiper, ott ezt jól lerontottad. Nem baj, azzal dolgozunk, ami van. Úgy, jó, szerintem ez így egy fokkal jobb lesz, hogy ezt kicsit még megszélesítem. Mert nagyon ilyen furcsa volt ez nekem. Ja, így, igen, és így. Kicsit olyan gömbtelen gömbnek tűnt, de még így is, úgyhogy... Ők lehet, hogy így meg elrontom, de várjátok. Jó, egyelőre nem nyúlok hozzá. Azt mondom, hogy jó, ez így most jó lesz. Így. Térjünk vissza az aljára, szerintem. Szerintem is jobb. Igen, ez valahogy... Na, várjátok. Ezzel rontottam el, mi? Igen, itt viszont így kell, ide előre viszont nem. Na várjatok, slabelünk. Slabekkel mindig tök sok mindent meg lehet oldani. Főleg, hogyha az ember ugye ekkora scale-en építi, mert akkor könnyebb korrigálni is a dolgokat. Tehát például itt, így. Aha, ide nem. Így, ide sem. Na és akkor mondjuk itt végig rakhatnám, de teljesen felesleges, mert ugye az a fele az úgysem fog számítani, mert nem látszik. Mert panoráma build van, és ja. Így esetleg. Hát, ja. Jó, csak akkor ezt most a másik felén is csináljam meg. Jó. Igen. Oké. Rendi, és akkor itt még egy... Két helyen. Itt mondjuk. Itt meg megint csak azért csinálom meg, hogy megszokás, aztán hello. De amúgy nem kell ezt a felét megcsinálni. Köszönöm szépen a lájkokat, srácok, nagyon-nagyon jó fejek vagytok, és köszönöm szépen, hogy feliratkoztatok. Itt láttam, hogy volt egy pár feliratkozás. Üdvözöllek titeket a papagájok között, így most már nem nagyon szoktam bemondani egyesével a neveket. Ettől függetlenül nyilvánvalóan értékelem, hogy itt vagytok, és jól megütöttem a mikrofont. És, jep, köszike. Mint mindig most is köszike. Aha,
Oké, és így. Jó. Itt még lesz dolgunk. Ahogyan látom. Így. Köszönöm szépen a feliratkozást. Ismételtem. Jó, oké. Ez így most egyelőre oké. De menjünk tovább, mert még mindig van dolgunk. Tök sok dolgunk van még. És én még azt hittem, hogy rövidre terveztem ezt a mai streamet, és közben itt kiderül, hogy nem is fogunk végezni. Mondjuk milyen kellemetlen lenne. Jó. Így. Jó. Ez itt eltakarja. Várjatok, viszont hogyha itt is egy kicsikét ugye görbülne az egész, ezt akár így meg lehetne oldani. Aha, oké. És akkor most a másik fele. Szuper. Oké. Kicsit túljöttem, nem baj. Meddig fog tartani? Nos, általában ilyen 2-3 óra szokott lenni. Ugye most másfél óránál tartunk. De nem tudom, hogy meddig fog pontosan. Nem hiszem, hogy túl sokáig már, tehát maximum egy fél óra, szerintem, de aztán ki tudja. Maradj itt, és akkor megtudod. Ha esetleg más dolgod van, akkor pedig vissza lehet majd nézni. Nem kell miatt aggódni. Tényleg vissza lehet nézni, mint mindig. Kb. Egy 2 órával azután, hogy vége van a streamnek. Mindig attól függ, hogy mennyire dolgozza fel a YouTube. Tehát valamikor 2-3 óra. Van, hogy egy egész éjszaka. Van, hogy konkrétan azután már fel van dolgozva, vagy vége van a streamnek. Úgyhogy érdemes figyelni. Van Wordedit? Nem muszáj ennyi kérdőjellel írnod, látom amúgy is. Igen, van, és teljesen felesleges. Nincs rá szükségem a Wordeditre. Szeretek kézzel építeni, plusz ugye mivel ez egy kisebb projekt, mint amiket általában itt szoktunk csinálni, így a streameken belül, ezért nem nagyon akartam ezzel elhajtani, érted, az időt. Tehát, hogy nem akartam egy órás streamet csinálni. Tehát nálam azért kicsit több dolgot figyelembe kell venni, mint hogy valaki szeretné, hogy Wordedit használjak, mert ő tud, és akkor mindenki másnak is kell. Úgyhogy nincs Wordedit. Nyugalom. Megoldom anélkül. De amúgy van Wordedit, és használtam is. Érdemes egy kicsit belenézni a streambe, mielőtt az ember, meg itt van a kezemben, mindig. Véleményt mond, vagy valami. Jep, van Wordedit. Nem akarom túragozni, van. Viszont itt arra gondoltam, hogy itt nem kellenek lépcsők, és itt végül nem ajtókat csináltam. Úgyhogy az nem lesz, az felesleges. Oké. Nohát, Morthug. Köszönöm szépen a szupercsetet. Nagyon jó fej vagy. Azt írtad, hogy heti könyves hír neked tőlem. December 10-én elvileg jön Michel Késős férjének a könyve az elnökségért. Egy ígéret földje. Elnöki memoár 1 címmel. Köszönöm szépen, hogy értesítettél, erről nem is hallottam, nagyon jó, ennek nagyon-nagyon örülök, hogy Mr. Obamától is kapni fogunk egy könyvet. Rendben van, köszönöm szépen. Egyébként Londonból szoktam beszerezni ezeket a könyveket, ugye angolul, és nem tudom, hogy te tudtad-e, hogy például ugye Michelle Obamának a könyve 10.000 forint volt itthon, és én 5.500-ért vettem külföldön, tehát Londonból. Úgyhogy egy ismerősöm el tudta hozni, de úgyis olcsóbb volt. Tehát ingyen elhozta nekem, és így nagyon jó volt. Tehát, hogyha esetleg van ismerősöd, aki hamarosan onnan hazautazik, akkor érdemes vele megnézetni egy könyvesboltot ott kint. Mert sokat tudsz vele spórolni. Ez pedig az én egy ilyen javaslatom, vagy tanácsom, vagy nem tudom, pro life hack-em neked. Jep, ne szpemeljétek, nem tudom, ki szpemelje, ne szpemeljétek. Köszönöm szépen, srácok, nagyon-nagyon jó fejek vagytok, ismételtem. Köszönöm a lájkokat, és köszönöm a feliratkozásokat is. Szia, Gellért, elóka! Na és közben iszom egy picikét. Please, olvasd el, mi lenne, ha egy saját könyvet írnál. István, írtam már saját könyvet, csak nem adattam ki. Ennek egy érdekes története van, de nem akarok belemenni az egészbe. Na. Szóval, de röviden annyi, hogy nagyon sokáig nem válaszolt a kiadó, amikor pedig már válaszolt, addigra csődben volt,
és én úgy döntöttem, hogy nem. Tehát 15 évesen írtam meg az elsőt. Onnantól én írtam még egy párat, de soha nem adattam ki őket. Nekem ez egy nagy karrier lehetőség lett volna, tehát hogy is mondjam, nekem karrier lehetőség volt. Tehát én ezt akartam csinálni, de végül úgy döntöttem, hogy nem. Mégpedig azért nem. Mert erről sokat beszélek ezen a csatornán szerintem. Tehát nekem van egy amolyan... ez nem egy betegség. Nem tudom, hogy mondjam. Tehát van egy amolyan... nem jut eszembe a conditionnek. Tehát lényeg az, hiperaktív vagyok. Ami azt jelenti, hogy nem tudok sokáig koncentrálni. Hogyha én a fejemben befejezek egy könyvet, akkor én azt soha nem fogom leírni végig. Tehát nekem gyorsabban kell írnom, mint ahogyan tervezek egy történetet, és ennek úgy nincsen értelme. Szóval ezért is nem karrier lehetőség már nekem. Tehát hiperaktív vagyok, ami azt jelenti, hogy nem tudok koncentrálni. Tehát túl sok dologra, vagy akár egy dologra túl sokáig. Kicsit érdekes, de ja, tehát ebből is tudnék ilyen érdekes sztorikat, nem tudom. Erről is tudnék mesélni, hogy ez milyen. Egy-egy ilyen nehéz sokszor. Tehát sokszor az életben sok területen máshogyan és hátránnyal indulsz, mint a többiek. Tehát például az egyetem nekem az háromszor akkora szenvedés, mint másoknak. Mert egyszerűen nem tudok sok mindenre koncentrálni, és ugye ott azért az egyetemen ez tudni illik, hogy eléggé sok mindenre kell koncentrálnod. És nehéz. És nem mindig kellemes. És ugye főleg így hiperaktívként nem mindig kellemes. De hát ugye így jártam. Feliratkoztam. Nos, ennek nagyon-nagyon örülök, Pista, üdvözöllek a csatornán. Mindenképpen nézd meg a videókat, hogy egyáltalán tetszik-e az, amit csinálok. Egyébként a főoldalamon, a lejátszási listáknál megtalálod azt a pontot, hogy ez vagyok én, azt a lejátszási listát. A csatornának a főoldalán, és ezt meg tudod nézni, és akkor ott tudsz egy kicsit tájékozódni a... nem tudom, az én érdeklődésemről így a videózásnak a terén, meg hogy milyen videókat szoktam csinálni, és hogyha ott az tetszik, akkor garantáltam, hogy a többi is tetszeni fog. Tehát azt érdemes megnézni, ezt a lejátszási listát. Jó. Oké. Itt még nincs kész az épület, mert például ez itt tök jó lenne így mondjuk egy-két helyen. Igen, tehát szükség volt erre most itt ezt. Itt át kellett hoznom már. Látom is, hogy miért. Itt elbújt előlem ez a kis részlet, nem baj? Na, és ezt itt még ki kell cserélnem, mert ezt látom, hogy ez ilyen nyeh. És tudjátok, hogyha valami nyeh, akkor az nem maradhat. Aha. Így. Ah, itt van. El vagyok itt már tévedve agyilag, kicsit, nem baj. Így is szerettek, tudom. Oké. Ez így megvan, és akkor ide még lehet, hogy kellene valami. Trapdoor, ki segítesz? Na hát, Tropical Banana, köszönöm szépen a szupercsetet, nagyon-nagyon aranyos vagy, kedves vagy, jó fej vagy, és azt hitted, hogy hogy vagy, Pörki, köszönöm szépen, jól vagyok. Szerintem tök jót építünk, nagyon jót beszélgetünk, családias hangulat van, nem vagyunk túl sokan, és tök jó témák vannak a cseten is. Annyi, hogy fáj a kezem, de ezt olyan sokat mondogattam már, hogy nem akarok belemenni, nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy panaszkodok, vagy valami. De most a napjaimnak eléggé nagy részét kiteszi az, hogy fájok, tehát így... nem könnyű ez az inhüvelygyulladás, de hetek, tehát az a baj, hogy ez hetek, és még egy hete sincs, hogy ezt megszereztem, ezt a tökéletes Pokémont ide a csuklomra. Szóval, ja. Na, én azt mondom, hogy nem részletezem tovább ezt a házat, mert a végén még túl sok lesz. Még egy kicsikét a tetőre szeretnék egy-két dolgot, de amúgy azon felül a házzal kész vagyunk. Most rá szeretnék térni a térre. Tehát rá akarok térni a térre. Ha, tudom, vicces voltam. Ja, úgyhogy meglátjuk, hogy mi alakul ebből. Aha, nem, ez nem. Upszika. Ez teljesen máshol van. Ez pontosan itt lenne. Csak ugye, itt megint csak itt vagyunk, hogy mi van itt, ugye? Jó,
hagyjuk ott. Legyünk hanyagok, és hagyjuk ott. Ne nézzünk oda. Ez úgy jó lesz. Nem baj, ez ilyen magyar építős, mert egy valódi ács mentalitás, ez az ilyen. Jó van, nem látszik, jó ez. Dugd rá, rakj egy növényt a szállóban. Na jó, nekem még hiányzik valahonnan egy korlát, mégpedig innen. Jó, oda még kitalálok valamit. Most egyelőre nagyon hiányzik nekem egy korlát innen föntről. Egy ilyen igazi, jó kis korlát. Jó. Oké. Jó. Talán nem takar el túl sokat. Oké, jó. Én ezzel így meg vagyok elégedve. De nem tudom, mit gondoltok róla. Nekem ez így jó lesz. Jó, ez így. Jó, ez így. Jó. Középre nem akarok szökőkutat, mert túlságosan eltakarná az egészet. Most ugye, hogy miből legyen a tér? Ezt most biztosan kérdezitek, hogy vajon miből fogja megcsinálni a teret? Nem valószínűleg, amit senki nem kérdezi. Viszont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ilyen, ugye, Stone Bricksnek és, hol van? Pulist, ez Andesitnek a keveréke lenne. Mit szólnátok hozzá? Jó lesz? Most mindenképpen így lesz, úgyhogy mindenképpen jó lesz. És akkor itt replace-eljük. Megint jó kis építész nyelvet használok, ettől leszek nagy építész, hogy számokba beszélek. Upsi. Lehet, hogy megnyomtam valamit? Lehet. Ugyan nyitottam a zeneszámot. Upsi-dupsi. Oké. Hello. Ismételten. Üdvözöllek titeket. Megnyomtam az intrót. Nem baj. Ezt egyszer már játszottam. Rányomtam az intróra. Nem baj. Igen. Rányomtam az intróra. Hamarosan kezdek. Nem. Folytatom. Jó. Senki nem látott semmit. A fene. Jó, várjatok, ezt itt nem elrontottam. Senki nem mond semmit, jó? Hirtelen úgy meg fel se ismertem. Azért nem is tudtam, hogy mi van. Jó? Jogi. Nem baj, el lehet viselni. Senki nem avad bele egy kis intróba. Visszakapcsolom még egyszer, ha szeretnétek. Jó van, a gyors gombok a számok fölött vannak, na. Egyszer már csináltam ilyet. Jó ez. Amúgy meg nem akarom máshova rakni, mert tehát tényleg kényelmes, hogy ott vannak, jó? Jó. Nem kell beszólni. Hello, fogalmam sincs ki. Régen láttalak. Mi a helyzet? Amúgy lehet, hogy mindegyik streamen itt vagy, csak nem láttam a nevedet. Én vagyok a béna, bocsánat. Fölkérdezem most utána aztán nekem egy kis füledeses nevet, és helyes. Legalább látod, jó kedvet viszek így a péntek. Mondjuk a péntek az amúgy is jó kedvű. Tehát a pénteket azt nem mondhatja senki, hogy pénteken nincsen jó kedve. Ne vicceljünk. Köszönöm szépen a feliratkozást. Hellóka, belóka. Kapcsold vissza. Visszakapcsoltam már réges-régen. Na szóval, milyen sokat haladt el ahhoz képest, hogy most kezdted? Igen, amúgy egyre gyorsabb vagyok így gyors építésben. Mondjuk Build Better-re még mindig ne hívjatok ki, mert 2 kockát fogok lerakni 10 perc alatt, és leülök a sarokba sírni, tehát ez nálam ez Build Better az kivétel, ott nincs gyors építés, ez nem nekem való. Így. Mi a valódi neved? Az még véletlenül sem fogom neked elmondani. Meg senki másnak, srácok. Teljesen nem releváns, irreleváns a streammel kapcsolatban. Semmi nem változtat az, hogy mi a nevem. És, yep, nem mondom meg. Titok. What? Miért nincs ezt nekem bekapcsolva? De úgy alapból. Oké,
Már majdnem meghaltam, hogy meghal. Nem örültem volna neki. Elfelejtettem bekapcsolni a resource packet. Hát az meg kell, hát ne vicceljetek. Az meg kell nekünk. Resource pack, hát resource pack nélkül nincsen élet. Amúgy van csak. Jó, na szóval igen, mint itt látjátok, én itt akarok valamit, Tehát, hogy így, még én sem tudom, hogy mit, de valamit azért nagyon akarnék így ide. Hát, arra gondoltam, hogy esetleg Shroomlight-ot rakhatnánk alá. Most már csak így, ilyen érdekességként is, ugye nem lesz éjszakára állítva ez a cucli, mert akkor nem lenne túlságosan világos. De, hogyha megnézzük, akkor hát mondjuk egy városnak a terén nem ártana valami világítás. Most ide elrejtek egy párat, attól függetlenül, hogy nem lesz ide. Igen, nap mint nap vannak lélek... élményem, nevetéssel. Ja, igen. Igen. Pörki a neve. Ja, igen. Jó, mondjátok. Hello Lili, üdvözöllek itt ismételten. Ha most újra beköszönsz, akkor üdvözöllek ismételten. Ha meg itt voltál végig, és valaki másnak köszöntél, akkor bocsánat. kikapcsolhatnád a gombás földet? Nem tudom milyen. Gombás földet? Miért? Mi? Mit kell kikapcsolni? Szerintem jó minden úgy, ahogy van. Én legalábbis így szeretem. Jó, na szóval, igen, és akkor ezen belül ugye nagyon jó lenne, hogyha tudnánk mondjuk csinálni egy kicsike sökőkutat. Egy kicsike szökőkutat. Egy picit. És megmerek egy diorittal próbálkozni építeni? Na, mindjárt kiderül. Ugye a diorit az ilyen... Most persze lehet vele építeni, tehát én ezt mindig mondom, hogy minden blokkal lehet építeni, csak sokan nem szeretnek például diorittal építeni. Nekem nincsen vele problémám, hogy kifejezetten, de hogyha lehet, akkor nem használom. Ugye itt mindenfélére lehetne hivatkozni, de leginkább azt mondanám, hogy nehéz belerakni palettába. Ugye nagyon specifikusnak kell hozzá lennie a palettának, hogy az így jól nézzen ki. Most azt mondom, hogy megpróbálhatom, meg is fogom próbálni, nyilvánvalóan vakmerő vagyok. De talán ugye a fehér, a több-több fehér, sok-sok, több-több, jól van? Tehát a sok-sok fehér blokk miatt azt mondanám, hogy működőképes lehet. Meglátjuk. Én szeretem a diorit. Egyébként a király blokk a diorit, csak meg kell hozzá találni a megfelelő építményt. Tehát, ha mondjuk fehér blokkokkal dolgozol, akkor a diorit az egy nagy mentőöv tud lenni. Tehát ezt aláírom, abszolút. Igen, és akkor itt megint ugye a dupla. Na szóval, itt kellene valamit kitalálnunk. Mégpedig azért, mert itt egy szobor kellene ide a közepére. Tehát szeretnék ide egy szobrot. Csak ugye, valamilyen szinten a formáját meg kellene jelenítenünk. És ilyen kicsike szkélen azt mégis hogyan teszi meg az ember, anélkül, hogy nagyon-nagyon ocsmány lenne? Hát nyilvánvalóan ugye sehogyan. Tehát ez valószínűleg egy kicsit ilyen formátlan lesz. Lehet, hogy egy ilyen posztmodern, tehát egy absztrakta. Ők amúgy is a posztmodern művészek nagyon sokszor azt csinálják, hogy csinálnak egy semmit, és akkor ezt így eladják valaminek. Hogy így ez az életnek a szíve, és amúgy meg semmi köze nincsen az élethez, meg semmihez, csak valamit rá akartak gyömösszölni, hogy el tudják adni. Na, tessék. Nem, tökéletes. Ez itt az életnek az emberkéje. Az életnek az szökőkutas emberkéje márványból. Gyönyörű. Imádom. Tessék. Yep. Nem, egyébként nincsen problémám a modern művészettel, csak mondjuk a posztmodernnel azzal már lehet, hogy egy kicsikét. Jó. Ide szeretnék-e valamit rakni? Tudjátok esetleg? Szeretnék-e? Valamit. Jó, azt mondom, hogy legyen. Legyen ott valami. Tehát az azért jó lenne, hogyha nem üres lenne az egész. És akkor ide majd természetesen rakunk vizet. Ez sokat fog majd rajta dobni, ígérem.
Visszajöttem, szuper. Szeretek-e tanulni? Szerintem tanulni kevesen szeretnek, attól függ, hogy mit. Tehát én azt mondanám neked, hogyha olyan anyagról van szó, tananyagról, ami érdekel, akkor jep, miért ne? Ja, akkor mondhatom. Kár, szeretek tanulni. De alapból, hát nem tudom. Tehát hasznos. Hoppá. Nem így akartam. Tehát hasznos a tanulás. Ennyit tudok mondani. És tanulj sokat. Igen, ez kicsit ilyen hippokratikusnak hangzik pont, hogy most... Na mindegy. Lényeg az, tanulj sokat. Hasznos a tanulás, de nem szeretek tanulni. Szerintem kevesen szeretnek tanulni. Oké, én azt mondom, hogy szerintem adoljunk magunknak egy barrierblokkot. Jó? Egy barrierblokkot. Így. És már is valamivel szebb az egész. Nem, hogy a... Így, és így, és ez mit csinál? Nem, rossz víz, nagyon rossz víz vagy. Oké. Jó. Azt hiszem, hogy ez így megvan. Oké. Na, mindjárt tűnnek. Adom. Na, Nóra, ennek örülök. Jó, tudok. Ez itt nem. Oké. Így. Na, így már jó lesz. Így már szuper lesz. Oké, jó. Akkor az itt köpi a vizet. Szuper. Ezt itt bele is magyarázzuk szépen, hogy ez jól néz ki. Mert lusták vagyunk jobbat csinálni. Ja, igen, és ja. Igen. Mindig elfelejtem, hogy nem szerverem vagyok, és ilyenkor a terjedő víz az nem áll meg, és nem lesz belőle rendes ilyen source block. Nem baj. Megoldjuk mi kézzel. Így egyet-kettőt mondjuk, ne. Így. Szuper. Oké. Szóltok? Jó lesz? Szerintem jó. Most ebben még nem vagyok biztos, hogy ez így jól fog kinézni. Mert ugye ez ilyen csipkés minták, Jó, a resource packnek köszönhetően nem rossz. Én amúgy nem szeretem, amikor így a bokrok meg vannak csipkézve, de ugye a resource pack miatt nem néz ki rosszul. Na és akkor most itt nekünk el kellene döntenünk, hogy hogyan legyenek a járdák. Én ugye azt szeretném, hogyha a járdák ide vezetnének. Tehát most meg kell próbálnunk egy félkört csinálni kézzel. Juhéj, sounds fun, isn't it? Vagy doesn't it? Tök mindegy. Lényegtelen. Nem kérdőjelezhetitek meg az angolomat ennyi óra stream után. Nem hagyom. Legalább valami félkörre hasonlított könyörköm hozzunk össze. Jó. Valami félkörre hasonlító jöhet? Reméljük. Oké. Okay. Aha, és akkor itt meg már ide kellene vinni mi. Áj. Oké, okay, 5. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor elvileg a 6-odikra kell raknunk. Csak ki tudja, hogy mennyit. Jó, lehet, hogy megcsináljuk majd World Elite-tel. Ez jó lesz World Elite-tel is. Ez már nem számít. Már nem most nem szavaz. Így. Oké. Okay. Oké, így. Oké. Most ezen az oldalon is meg kellene kicsit vastagítani. Így, hogy legalább egy hármas legyen. Ide majd megcsináljuk a járdákat, tehát ez meg lesz majd oldva, csak most egyelőre ezen akarok túl lenni. Így. És ide majd csinálunk valami ajtót. Majd mindjárt. Oké. Most egyelőre ezzel az oldallal próbáljunk meg foglalkozni. És ez itt nekem még... Ura. Igen, ott a kicsikét a teteje miatt ilyen furán állt be. Nem tudom. Tudnék vele kezdeni. Most ugye nyilvánvalóan akár itt megint csak előhozhatnánk azt, hogy slabek. És akkor lehet vele járdaszegélyt csinálni. Csak az egyik oldalra. Mind a kettőre szerintem erős túlzás lenne.
Aha, szuper. Oké. Hát ez lehet, hogy ez így még jobban kiemeli a problémáját. Nem tudom. Mindjárt meglátjuk. Kísérletezés, srácok. Kísérletezés. Oké, itt lehet, hogy mind a kettőre fogok rakni. Mégpedig azért, mert jól néz ki. Nem akadályozhattok meg. Jó, ez itt szerintem. Jól van. Rendben, akkor... Innen egyet, és... Jó, próbáljuk meg. Na, akkor elvileg innen fogom. Így. És elvileg... Így, és akkor lépünk egyet, és... Ja. Oké. Please. Nem rontottunk el semmit? Jó, nem. Jó, szuper. És tudjátok, nem nagyon akarom, hogy most itt elrontsa ezt az egészet nekünk, de azt mondom, hogy ez egy jó. Ó, észrevettem, hogy mi lehet itt a gond. Hogy ugye itt ez nem kanyarodott. Ó, hát ez itt sokkal jobban néz ki. Így. Most ezt, jó, kicserélem, de hogy amúgy így. Ja. Azért volt nekem furcsa ez, mert itt nem kanyarodott, de most már kanyarodik ez is. Úgyhogy most már ez is tök szuper. Jaj, ne, várjátok. Így lesz a jó. Oké, így, remek. És akkor itt is ugye ugyanez. Így, és így. Na, oké, és a lényeg az volt, hogy kövesse ezt a formát, ugye, amit a másik. Na, szuper. Ez így megvan. Oké. Megvan. Nem hirdetést akartam mondani. Jaja, nem szabad hirdetni. Tök mindegy. Saját csatorna, meg most próbáljunk meg más. Single playerben World Elite. Pista persze, van modként is World Elite. Mindig is volt World Elite mod. Nem is tudtál róla? Wow. Jó, és akkor még egy-kettő valamit mondjuk. Lehetne. Én például szeretek építeni ilyesmit. Szeretem ezeket a villanypóznákat. Most, hogy itt ugye mennyire néznek ki jól, azt nem tudom. Mindjárt kiderül. Ugyebár. Villanypóznákat össze is kell kötni valamivel. Meglátjuk majd, hogy ezt miből fogom csinálni. Lehet, hogy glass izéből. Lapból. Nem biztos, hogy így rosszul néz neki. Pont a másik oldalon van, szuper. Oké. Igen, az, hogyha ez túl magas, akkor ez elveszi majd a figyelmet. Akár valami stílusos lámpát is csinálhatnék ide. Akár csinálhatnék. Nem tudom. Az ugye nem lenne túl vékony, tehát azzal ott az a probléma, hogy ez talán túlságosan sokat eltakarna. Azt meg nem szeretném, és ennek itt a kezében ezt ki fogom cserélni másra, más színűre. Mégpedig azért, mert nagyon-nagyon egybe fog olvadni az oszlopokkal. Ezt így hagyom. Jó. Így, szuper, így. Szia Munchcraft, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Pápa. Ja, és akkor végül tetére nem teszek semmit. Jó. Na. Így szuper lesz. Róla nem róla. Mi? Biztos. Ugye ezek a villanyoszlopok. Na most... Igen, tehát hogyha azt játsszuk, hogy ugye a kornak megfelelünk, akkor simán lehet, hogy kellenek ide, mert ezek vezették az áramot. Tehát Magyarországon ez még a mai napig is így van, hogy ezek vezetik az áramot. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk ez a 800-as években, hát, ja, kb. Akkor épülhetett. Kb. Stílusra azt mondom, hogy 800-as, 700-as, nem tudom. Hát attól függ, hogy Európát nézzük el, vagy Amerikát, hogy mikor, ugye melyiknek hol volt éppen a virágzása, ugye újra visszajött a barokk. Ki tudja.
Hello Agancs, üdvözöllek a streamen. Valószínűleg itt voltál egész végig, ne is foglalkozz velem, én csak most vettelek észre. Hűha, lehet ezt még megmagasítom, na várjatok, meglátjuk. Lehet, hogy az meg már túlságosan magas lesz, ki tudja. Nem, ez így jobb. Ez így nagyon-nagyon alacsony volt. És ugye ilyenkor a természeti behatásoknak, meg a kölyköknek az utcán ne tudják letépkedni, meg hozzányúlni. Kicsit följebb rakjuk. Gyengébbek kedvéért, ugye? Szoktam mondani. Egyébként srácok, nagyon szépen köszönöm a lájkokat, nagyon jó fejek vagytok, hogyha esetleg nem lájkoltátok még ezt a streamet, de úgy gondoljátok, hogy tök jó, csak eddig elfelejtettétek, hogy lájkolni kell, akkor mindenképpen lájkoljatok, sokat segítetek vele a videósnak is, meg a statisztikáinak is, meg mindenféle. Meg hogyha nem iratkoztatok még föl, akkor öreg hiba, tessék feliratkozni. Gyengébe kedve, igen. Oksi-doksi. Jó. Rendben. Jó, nekem még hiányzik valami. Valami zöld. Nektek nem? Nekem de. Még lehetséges, hogy még egy-két fát ide építek oldalra. De, hát... Belváros fa, ugye ez mostanában vált ismét ugye divattá régen. Főleg szerintem ebben a korban. Pont inkább az volt, hogy mindenhonnan eltüntették a fákat. És megint mostanában vált ugye divattá a nyugat-európai országokban. Ilyen rohadt jó divat, tehát hogy ezt bárcsak mi is követnénk. Hogy megint ugye bezöldítik az egészet. Szóval szerintem nem szükséges ide ilyesmit rakni. Na most mondjuk még egy-két helyre rakhatunk lanternt. Ezeknek a tetejére. Ugye ezek inkább áramot vezetnek, de szerintetek elfér rajta a lantern? Nem lenne túl korhűtlen. Ugye ilyenkor gázlámpákkal világítottak. Azt mondom, hogy még akár még jó is lehet. Jó, egy kicsikét nekem még üres. Valamit még lehetne vele kezdeni. Mit szóltok hozzá? Mit csináljunk még ide? Mit kezdjünk ki ezzel? Ugye villamosok, ilyesmik azok ide esélytelenek. Ez sétáló utca. Köszönöm szépen a feliratkozásokat, srácok! Köszönöm. Jó, ameddig kitaláljuk, hogy mi lesz vele, addig megcsinálom a szokásos kis jóságot. Nekem tetszenek az oszlopok lámpákkal. Köszönöm szépen, Gellért. Örülök neki. Tetszik. Jó, 159. Egy. Jó, és akkor mondjuk alá legyen. Addig. Feliratkoztam, de nem írta ki. Azért nem írta ki, mert nem nyilvánosak a feliratkozásaid. Tehát ami azt jelenti, hogy nem nyilvánosak. Tehát itt privátra vannak rakva. És így nem jeleníti meg. Egyik videósnál se, nem csak nálam. Senkinél sem. Hogyha ilyenre van állítva, sajnos. Hogyha ezt megváltoztatod, akkor jó lesz. Kellene nekem ez, az megvan. Sajnálom, Xian, hogy nem tetszik, hogyha esetleg tudsz jobbat csinálni, akkor nyugodtan lépj be egy survival világba, biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Sok gyakorlás kell hozzá, nyilván, hogy az ember tudjon azért valahogy építeni, de sok sikert kívánok neked, és figyelj, nyugodtan Instagramon, privátban akár el lehet küldeni nekem az építményeidet, nagyon szívesen megmondom, kritikát is mondok róla, hogyha gondolod. Bár gondolom, hogy olyan emberektől nem fogadsz el kritikát, akik rosszabbul építenek nálad. Orosz Kiara, sajnálom, hogy menned kell, találkozunk legközelebb, és köszönöm szépen, hogy itt voltál egészen eddig. Na. Így. Szépen ezt itt kicserélgetjük. Így szépen. Igen. Itt ez maradhat. Így. Oksi. Jó van, srácok, akkor én azt mondom nektek, hogy megvagyunk a mai napra. Úgyhogy most nagyon-nagyon reménykedjünk abban, hogy nem fog minket kidobni a játék. Valamiért a legutolsó streamben azt csinálta. Valamiért azt érzem, hogy mentenem kellene egyet. Valamiért már egy ilyen érzés, hogy ez egy jó ötlet.
Oké. Azt mondja, hogy gyere PvP. Ja. Igen, ez az ilyen 10 éves mentalitás. Okidoki. Na szóval, srácok, hát, az a helyzet. Ezt rosszul raktam ide. Na várjátok. Jó, milyen megfordítom, egy fél pillanatot adjatok. Majd stream után én elintézem, csak most, ja. Rosszul raktam oda, nem baj. Oké, perfect, az kettő, szuper. És így. Oké. És... Szuper. Bocsánat, rosszul van az egész, tehát igen. Ez nem jó így. Így jó. És akkor... Egyne. Na, hát akkor ezt építettük, srácok. Remélem, hogy tetszik nektek. Hogyha esetleg nem, akkor mindenképpen nem tudom. Nem tudom. Mi? De akkor most mégis jól van. Na várjátok, jól van. Akkor az egész jó volt, akkor vissza. Visszavonom. Na szóval, ezt építettük, hogyha nem tetszik, akkor lehet jobbat építeni, mindig ezt szoktam mondani. Nem, hogyha valakinek nem tetszik, akkor nyugodtan írja meg, hogy miért nem, mit lehetne rajta változtatni, mi az, amiben akár jobb lehetne. Szóval nyugodtan írjátok ezt meg nekem. Ismételten, szerintem ez egy tök szuper kis stream volt, és én nagyon élveztem. Remélem, hogy ti is, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok egy feliratkozást. Tudjátok, hogy ez minden videósnak jól jött, meg minden videós szeret, hogyha feliratkoznak rá. Mi nyilvánvalóan ezért csináljuk a tartalmat, hogy szórakoztassunk titeket, és minél többen feliratkozzatok ránk, hogy minél több embernek tudjam, vagy tudjuk csinálni ezeket. Igen, most éppen thumbnailt próbálok csinálni. Azért állok ilyen furcsán, igen. Kitaláltátok. Rakjunk be egy másik shader, mit szóltok hozzá. Próbáljunk egy másikat is. Egy, ne. Aha. Ja, jó, oké, ez így jó lesz. Jó, azt mondom, hogy ne menjünk túlságosan így az oldalára, mert akkor látszik, hogy itt kis hamisak vagyunk, ugye? Úgyhogy, ja, ide rakom. Nem baj, jó ez így szerintem egyébként. Én legalábbis úgy gondolom. Rendben van. Jó, oké, ez így jó. Na szóval, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ezen a mai streamen. Legközelebb találkozunk, ne felejtsétek el, holnap új videó, valamint 17:30-kor Twitchen lesz egy jó kis beszélgetős podcast Badammal. És hát beszélgetni fogunk az új 1.17-es fejlesztésről, ugyanis már tudni fogjuk az új témát. Ott élőben fog kiderülni, szóval hogyha szeretnétek kommentárral együtt ezt nézni, a live-ot, a Minecraft live-ot, akkor mindenképpen lépjetek be, szeretettel várunk titeket, nyilvánvalóan, mint mindig. Köszönöm szépen, és hát ja, 25K-nál nem lesz fészkem, 50K-ra beszéltük, srácok, nem egyezkedek. Vigyázzatok magatokra, és ígyatok sok teát, és ne felejtsétek el a holnapi programokat. Sziasztok, pápá! Used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. Stay up all night singing songs on the terrace.